Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Mert hogy Vastag Csabát is üldözik a nők, gyerekek. Hát ami ez... nem csoda. Miért nem? Hát mert jó ja? kiállású, hát, fiatal mert... ember és egyes gyönyörűen néz. Ott van például az a valami. Ja, az a híres. Gyerekek, olvastam, hogy már az ő managerének, ami drága Andorunknak kellett kiírni a Facebookon egy hát, távolságtartó végzéshez hasonló kis levelecskét, hogy azon nők, akik egymást verik a koncerten, Jézus. És nem tűrik a konkurenciát, maradjanak távol. Hagyják végre békén a Csabát, és keresenek engem. Posztom, Vastag Csaba managere. Jó, nekem a lepattanó. Írta Andor. Nem. Ugye megüzenték a Facebookon, hogy hát békét akarnak, és van állítólagosan négy hölgy Vastag Csaba koncertjén, akik ütik-verik egymást, ütik a többi nőt, kiszurkálják egyes rajongók szemét, most nyilván nem a szó legszorosabb értelmében, és hogy tönkre teszik Csaba életét, ezért őket kitiltják a koncertről. Minden négyüket. De mit csinál? A három testőrt és D'Artagnant is. D'Artagnan zavarja a legjobban egyébként. D'Artagnan a kalapban, a hosszú kardjával, a kis bojtos sisakjával nagyon zavaró, igen. De mi történik? Bemegy négy nő, nyilván ott vannak már buli előtt négy órában, mert ők az első sor. Ez és biztos. Ha mellettük valaki áll, és fölkiabálja Csabának, hogy szeretlek, akkor azt megverik? Vagy ha úgy néz a Csabára, akkor nem, mert én jobban szeretem? Vagy? Nem szerintem arról van szó, hogy ez a négy nő, ez valószínűleg úgy érzi, hogy Csaba csak az övé. Aha. És ez a négy nő, ez követi, nyomul, verekszik a többi nővel, lögdösödik, hajat tép, sikítozik. Tehát egyébként ez valóban idegesítő lehet egy idő után, hogy van négy nő. Sikítozik, mint mindenki más. Igen, és van négy nő, aki tönkre teszi az ott bulizók életét, Csaba életét. Lehet, hogy megvárják egyébként a lépcsőházban Csabát? Egy madzaggal a kezükben, igen, hogy egyszer elkössék. Ott várják minden este, a havannán a panel. Elkössék Csabát, elrabolják, erős izgalmi állapotba spárgát tekerjenek a férfiassága köré, és ezzel vérbőséget okozva. Tehát, hogy... A répa nem volt csak spárga, de zseng. De egyébként valóban idegesítő lehet, tehát én ezt megérzem. De hogy tiltasz ki négy nőt így a koncertről? Kirakod az ő fotójukat, és azt mondod, hogy no entrance? Aha. Marika, Zsuzsa, Irén és Katika. No entrance. No, hogy tiltod ki őket? Nem korlátozhat valakit a személy szabadságában, hogy ő hova menjen. Szerintem nem? Saját koncertre, de megteheted, hogy igen, ő van, hogy nem engedsz be négy ember. Kiraksz egy Most Wanted feliratot, és Irénkével ott van. 1000 forint. Fekete fehér A4-es lapok, old, a Wanted Dead or Alive, és az or alive át van húzva. Igen. Tehát ez hogy működik? Az a helyzet vele, vagy az a nehéz benne, hogyha vidéki koncertturnén vagy valahol, ahol nem a te embereid vannak, ők ugye be fogják engedni. Így van. Tehát a győri vagy nem tudom megkülönböztetni őket a biztonságiaktól. Mert annyira bajszosak? Vagy azok is sikítanak. Tehát tényleg, egyébként szerintem ez a négy nő egymással kedveli. Tehát itt nem arról lehet szó, hogy ez a négy nő egyébként kéz a kézben karöltve elmegy és elpusztítja a konkurenciát. Ez a négy nő szerintem egymást is gyűlöli. Tehát itt négy bolondról van szó. De négy különálló vagyok, azért egy most csapat. Lehet, hogy durván fogalmaztam, négy fél bolondról. Aha, most már téged is gyűlölöm, nem csak Andor. Most húztad ki a gyufát. Én mindig azt mondom, ha elrabolnak, keresetek, tudjátok, de ne adjátok föl. Valakinél ott lapulok, vagy egy gödör alján. Ez nem lehet, hogy ez olyan csapat, ez a négy ember, akik ismerik egymást, együtt járnak koncertre. És együtt hűltek meg? Egy picit együtt, igen, és belülről történt valami, az egyik azt mondta, hogy neki mondjuk a Csaba dobott egy puszit koncerten. És ezt ő magáénak érezte. És ez egy jel, hát engem szeret, értsd meg, és a másik azonnal mondta, hogy nem, az nem is neked, mert hanem felém jött. Van ez a fajta őrület, amikor rád néz, és azt hiszed, hogy csak rád nézett. Amikor dobott valamit, és azt hiszed, hogy csak neked dobta, és amikor valaki másnak dob, azt meg akarod bizony ölni, mert neki nem dobta, hiszen ő az enyém. És ezek a lányok... nagyon durva szemtengely ferdüléseddel azért mindent félreértesz. Hát akkor meg annak, tehát ezek a lányok valószínűleg tényleg kisajátították Csabát úgy, hogy senki mással nem beszél, senki mással nem kommunikálhat, ha valakire rámosolyog, azt a szünetben agyonverik. Tehát azért ez valójában nyomasztó lehet, nem? Hogy ad Csaba valakinek egy plüssállatot, és a következő pillanat azt látod, hogy ez a négy őrült agyonveri azt a lányt. Pedig nem csináltál más, csak elfogadtál Csabától egy plüssállatot, vagy mondjuk rám egy puszinak. Rám kacsintott, rám nézett, ide dobta a puszit. Hát most képzeljétek, mi lehet például egy MNB-s sajtótájékoztatón. Hát ott mi? Hát aztán... Hát ott... Gondold el azok az újságírók, akik szerelmesek Gyuri bácsiba. Hát Gyuri bácsi, érted, kidob egy puszit valakinek, mondta, nekem küldte, rám nézett. Nem is lesz kamatvágás. Nekem mondta, hogy nem lesz kamatvágás. Nem kamatvágás lesz, puszi lesz nekem. Na, hívjuk fel Vastag Csabát. Heti válaszos lenézen. Nem. Kérdezzük meg, hogy mi van ezzel a négy nővel? Ki,
kik ezek a csajok, mit csinálnak valójában, és miért áztattam el a telefonomat. Na. Ezt mindenképpen kell, az utóbbit mindenképpen kérdezzük meg Csabát. Lyukas a bögrém? Vagy mi történt, gyerekek? Elázott a telefonom. Na, hívjuk Vastag Csabát. Jó, és megkérdezzük, hogy kik ezek a csajok. Egyébként én egy picit megértem, nem könnyű az ilyen. Nem, hát. Hát neked volt, aki forgatáson. Fú, nekem nagyon, nekem volt olyan, aki bejött az öltözőbe, na, volt olyan, aki ez már Janit küldtem ki. Jó, de Jani örült neki, az három más. Három órát várt rám egy parkolóban. A jobb lábára, és ott vonszolt hallottál. Hidd el, hogy én is jó vagyok. Három órát várt rám a Mamut parkolójában, a rádió DJ előtt, és gyűrűt hozott nekem, hogy ő tudja, hogy én egyszer el fogom venni. És mindig mondtam ennek, hogy menj már ki, nézd meg, hogy ott van-e. És ott volt. És egyszer te kimentél. Így van. És elküldted. Csak lekevert két pofont, és visszajött. És láttam, sírva, hogy ott áll egy medve, a jobb és a bal kezébe egy-egy vödrös vazelinnel. Persze, öklő. Igen, nagyon nem mondom. Nem még korábban. Volt, hogy beszükött az öltözőmbe. Tehát beült a Balázs Show közönségébe, kipuhatolta, hogy hol van az öltöző, beült, és simogatta, és szagolgatta a ruháimat. Leültél a kalapért, és fura volt, hogy hangot ad. Au! Azért azt tudod, mi a dolog, bemész a saját öltöződbe, ott vannak a személyes cuccaid, és ott ült ez a lány, és simogatta a ruháimat? Tehát azért ott én tényleg megrémültem, és azt mondta, hogy csukjam be az ajtót. Mondom, jó, kicsit jó, kívülről, egyedül maradsz. És ki kellett vezetetni a biztonságiakat. Tehát azért az tényleg dermesztő egyébként. Légy színe, simogatod, na, az nagyon drága düftin. Volt olyan, hogy rákacsintottál? Vagy neki mondtál forgatás közben valamit? Dehogy mondtam. Nem, a gyűrűt elfogadtam, de hát azért, hogy ne bántsam meg. Tehát, hogy az elvettem tőle. Azt még talán neked meg is mutattam egy ilyen műanyag, vagy egy ilyen nem, porcelány. De csak azután fogadt el, hogy megnézettük ötfössel. Hogy tényleg 24 karátos vagy valami. Na, de ezzel szóval meg ez elkezdte egy táplálni idő a dolgot. Hát ez is micsoda butaság volt, azt csak elfogadni. Attól féltem, hogyha visszautasítom, akkor viszont elragol. Te tartsd... Hát lehet, hogy jobb lett volna, érted? Te... Legalább túl vagytok rajta. Hát de akkor viszont lehet, hogy csak darabokok ültek volna vissza Kolosi Péternek. Ha az enyém nem lehetne, legyen másé sem. Na, megkérdezzük Vastag Csabát, hogy mi a helyzet a csajokkal. Itt van Csaba, jó reggelt, hello! Szép reggelt mindenkinek, sziasztok! Szia! Hello! Na, hát, kik ezek a lányok? Ezt mondd meg nekem. Hát nagyon, nagyon tömény téma ez így reggel 7 óra 20-kor, nem? Tehát hogy azért ennél tetemesebb szerintem. Mi a helyzet? Akkor hagyjuk. Akkor nem is érdekel. Csak egy 15 perce húzzuk föl, érted? Megágyasztunk neked? Nem érdekesek. Mondjuk a sztorit, érted? De hogy kell egy sztorit úgy megölni, ahogy senki? Akkor jobb később, hogy soha alapon beszélgessünk a tojásfestésről. Ez jó, mert a tojásfestésről. Igazából az a helyzet, hogy távol álljon tőlem tényleg, hogy tartsak a hölgyektől. Tehát nem erről szól ez a dolog, és nagyon-nagyon tisztelek is mindenkit, nem ez a dolognak a mozgatórugója. Csak tényleg van, ami már tényleg viszonylag sok. Tehát itt nálunk a koncerteken amúgy is híres az, hogy bizonyos etikai és tág etikai határokon belül mindenki azt csinál, amit akar. Nagyon nagy szabadság van nálunk, de azért van, ami... Mire gondolsz, hogy ez így konkrétan mit jelent? Hogy a ráadás után bárki ráülhet az arcodra? Vagy... Ez hogy kell értelmezni, hogy mindenki a semmit akar? Azt csinálom, amit akar. Egy ilyen nagyon interaktív hangulat van, ami egy tök jó dolog. Tehát ezt nem is akarom megváltoztatni, hogy szabadság van tényleg, mindenki úgy érzi magát jól, ahogy szeretné. Itt igazából arról van inkább szó, hogy az események után, amikor már mondjuk mit tudom, szeretnél hazamenni, és hajnali 4-kor nem arra vágysz, hogy még tényleg, ahogy ti is mondtátok, a házad előtt megvárva még beszélgess, vagy esetleg nem is csak beszélgess valaki. Na de várjál, de nézzük konkrétan, mi csak ők négyen vannak, tehát négy célszemélyről beszélünk, ők ismerik egymást, vagy ők bolondok? Fogalmazunk direkt. Mondjuk ki, mit akarnak, mit csinálnak? Igazából nem négyen vannak különben, és jaj, az állított, hogy nem is nagyon foglalkozom ezzel az ügyel, ez egy menedzsmenti döntésnek az eredménye, a menedzserem is nekem Facebookra. Na, most már fölhívtunk adásra, hogy mondj valami konkrétat, tehát most fél óráig tényleg rólad beszélünk, Nem négyen vannak egyébként. Ez az első ilyen kör, amivel elkezdődött egy fajta ilyen irányú intézkedés. Mit csinálnak? Tehát segíts nekünk, mert elolvastam a cikket, engem ez a dolog érdekel, csak tényleg kíváncsi, hogy dobálnak, elrabolnak, követnek, verekednek? Igen, szerintem egy picit ő maguktól szeretné önmagukat megvédeni az a helyzet, mert volt már... Mert a saját hajukat tépik? Vitten kívül, tehát voltak fizikai inzultusok, amiket esetleg egymás irányába tettek meg. Folytogattak a melleiket? Nem engem bántak, ezt hangsúlyoznám egyébként. Engem az bánt, hogy egymás bántják, és ami ennél gázak különben, hogy ez sajnos nem egy ilyen
konzekvens dolog, hogy csak és kizárólag fizikai módon működik, hiszen az internet szabadsága okán a Facebookon is tudják egymást elég hosszasan. Tehát van négy nő, mind a négy nő sajátjának érez, vagy többen vannak, és a négy nő egymást írtja, veri, fizikailag bántalmazza, lelkileg terrorizálja? És ami ennél sokkal gázosabb, hogy a többi effektíve, hát a normális szót nem merem kimondani, mert ebben már volt már problémám régebben, tehát hogy a többi, több százezer normális embert effektíve elijesztik ezzel a viselésre. De mit mondanak, hogy a Csaba az enyém, nem a tiétek? Vagy magukénak éreznek? És ne pedig ütnek a francia kulcsa? Kisajátítanak? Nagyon, igen, ez a kisajátítás egy jó szó szerintem. Nagyon sok helyszínen van, hogy esetben. Írd fel valahol, Csaba, hát esetleg nem véletlenül. Azt állt, hogy nyugodtan nem vagyok szóirigy. Figyelj, nagyjából az előbb így picit behallgattam a dolgot, hogy Balázsnak is volt ilyen. Volt, egy és az teljesen megértett, hogy miről van szó, és az egészben rossz, hogy ezt rásul nagyon leírni, viszonylag nehéz is, mert ezt bárkivel elő tud ilyen fordulni, nem is rólam van ebben az esetben szó, ez akárkivel, akármikor előfordul. És volt olyan, hogy ez a négy lány vagy öt lány, tök mindegy, hogy megfenyegette a többit, hogyha elfogadsz egy puszit, ha hozzáérsz, meggyilkolak, megöllek, kitépem a haját, tehát hogy inzultálják a többi rajongót? Inzultálják közben, valaki fenyegeti a többieket, így van. Jézusom. Egymást is egyébként hozzátenném, ezt jól kifejtették az imént, hogy ők négyen valószínűleg nincsenek is jóban különben egymásra, de itt igazából senki nincsen jóban senkivel, akik ebben... Úgy szeretnék, ha az összes rajongót állatot tartozik, igazából mindenki után mindenki tehetett. Ebben a körben, akik benne vannak. Szóval az a helyzet, hogy tényleg itt most arról van szó, hogy van sok-sok százer normális jó barátunk, és én nagyon sok mindenkire szeretnék foglalkozni, és nem csak ezzel a pár úgymond kisajátító jellegű egyén. Ők mindig az első sorban állnak? Tehát azok az igazi idióták, akik beállnak az első sorba, és írtják a többieket? Figyelj, ilyen erős szavakat én nem merek használni, mert volt már tényleg tavaly ebből gáz. Hát nem mondjuk konkrétra, hát ez bárki magára veheti, nem? Tehát aki magára veszi, akkor azzal el is ismeri, hogy az. Ha már itt tartunk, egyébként egy nagyon fontos dolog az is, hogy mi direkt nem is személyeskedünk, tehát a Facebookra sem írtunk ki neveket, és nem szamárpad van nálunk, és szégyenfal, meg ilyesmi. Mindenki, aki valóban magára ismer ebből a dologból, arra vonatkozik, illetve a komolyan illetékeseket igazából kísérni. És akkor megvárnak téged például a koncert? Én próbálok továbbra is konkrétat kérdezni, gyerekek, tehát én nem adom föl. Jó, szedd ki belőle. Mész előre. Megállíthatatlan, vagy egy faltörökos. 12 percet próbálok egy konkrétumot kizetni, de nem adom föl. Tehát megvárnak koncert után? Megvárnak, de nem az a baj, hogy megvárnak egyébként. Hanem, hogy beraknak egy csomagtartóba. Igen, és az a veszedésre vált, hogy gyors kötöző fóliával össze van kárva ide két csuklód, és hogy térdítolt bőrnadrággal fekszel egy Tesco parkolóba. És mindenhol fáj. Hogy arról van egy szó igazából, hogy egymás között is egy ilyen állandó hierarchi harcban vannak, ami nagyon sokszor ismétlen még egyszer fizikai inzultusba is át tud menni, amit személyesen magam is láttam. Ezek után, hogy írtunk nekik levelet, ők visszajöttek, hogy hát bizony őket függetlenül ugyanúgy fognak jönni mindenhova, és ugyanúgy nem érdekli őket az, hogy mi erről szólt. Igen, erről beszéltünk, hogy tudsz valakit kitiltani, aki tényleg egy kicsit bolondabb, hogy kiírod plakátra, Facebookra, megkéred őket, távolságtartás, végzést szerzel be, tehát nem lehet nagyon őket irányítani, gondolom. Igen, na most gondolj vele, hogy én is, mint mondjuk effektív egy nevetni fogtok, de mondjuk egy jó fagyizós vagy egy jó pék. Nekem nem az a dolgom, hogy kitiltsam a közönséget a helyszínekről, tehát én nagyon-nagyon örülök annak, hogy jönnek ide a pékek. Azért meg gondolom, hogy mit nem van egy fagyizód, és sokat visszajárnak hozzá, nyilván örülsz neki, hogy ezeknek ízlik a postékát. Nem értettük, hogy miért diszkriminálod a zöldségeseket. És mi a bajod a pékekkel? Igen. Szóval, hogy ez nem erről szól, hogy szóval akkor ezt az egész dolgot az úgy képzeljük el, mint mondjuk a Trónok harca sorozatot, hogy vannak ezek a rajongók, ezek az őrült rajongók, olyanok, mint a különböző házak, te pedig a vastrón vagy, akiben mindenki bel akar ülni. Igen. De Kazi kérdez egy nagyon jót, hogy miért nem adod meg a Tomi telefonszámát? Tehát, hogy én az a baj, már tudják egyébként, és Atyaisten. Tudják az enyémet, és már nem bírja. És ami ennél gázosabb, hogy nagyon sokszor, és ez is jó, hogy szó, hogy a családunkat is belekerülik, tehát anyukámat, apukámat, akik az internethez, a Facebookhoz nagyon nem értenek. Őket is kihasználva nagyon sokszor így ilyen furmányos módon információkat gyűjtögetnek, oda mennek. Nyilván, ha félig komolyra fordítjuk, próbáljuk azért csak ahhoz konkrétumok kellene, de azért egy idő után nyilván azért ez baromi nyomasztó tényleg, hogy nyomulnak, nyomoznak, beleszólnak. Meg a Tominak is rámegy az egészsége, hát már intravénásan kapja a ginzenget. Igen. Csabi, legyünk őszinték egymást, illetve te hozzánk. Valamelyikkel volt valami?
Egy odanézés, egy puszi. Ezen nem, akinek volt ilyen rajongója, azt tudja, hogy ezektől nem is kell hozzá. Nem is akarsz tőlük semmit, annyira bolondok. Épp az, hogy nem volt semmi egyébként. Hozzátenem, hogy van olyan egyébként a nagy masszában, akik, van egy, aki azt hazudja mindenkinek, hogy valamelyiknek a becene van nagy massza? A négy közül? Igen. Nem, de tényleg van, aki azt hazudja mindenkinek, hogy velem él, és hogy gyereke van tőlem, de valaki tényleg meg is fenyegetett igazából, és akkor van, aki megfenyegetett tényleg? Aha, te jó is, igen, de mit, hogyha nem leszel az enyém, akkor megöllek, vagy elrabollak, és egy gödör alján babázol majd velem? Igen. Hogy veszek egy fluortomi lemezt? Van ez a fajta, tudod, aki ha nem lesz az övé, akkor ne egyen senki. Így, egyébként tényleg így van. Gondolatmenet, és ezt ki is fejtette bőven. Nem, ismétlem még egyszer, nem arról van szó, hogy tartanék a hölgyektől, és ez nem is rólam szól, még egyszer azt szögezem el. De van, aki, ez egy jó sztori volt például, amikor egyszer este 8-kor kezdődött egy koncertünk, megálltam a kocsival a helyszín előtt, és véletlenül egy másik autóval mentem haza, és másnap, tehát 24 óra múlva hívtak fel a biztonsági erők, hogy gyere már vissza, mert itt egy kislány már 24 óra elvitt a Józsi autóját. A főnök már autó keresi, az egy 26 milliós Porsche. A főnök nagyon zabos, igen. És ott álltak a te kocsid mellett egy napig. Igen, így van. Jézus Isten! De mondjuk ez még nem is olyan nagyon gázos egyébként. Ismétlem még egyszer, ebben az esetben én saját maguktól igyekszem őket megmenteni, és nem, engem nem zavart. És volt, hogy te a színpadon álltál és végignézted, mondjuk, hogy két, a négy említett csaj közül kettő éppen hülyére veri egymást? Tehát volt ilyen? Volt ilyen, de nem koncert közben utána. És ezek viszont nem biztos, hogy annyira jó dolog. Hát dehogy, hát ez nem jó, hát ez dehogy jó. Hát zaklatták a többieket, nem, persze. Igen, és tehát effektíve nem tudnak oda jutni általuk a normálisabbak, de van, aki az interneten adja ki magát mondjuk nekem, tehát hogy úgy értem, hogy azt játszom, mint hogyha én beszélnék a többiekkel, és ilyen áll profil néven hűít mindenkit azzal, hogy ők velem beszélgetnek, és közben meg egyáltalán nem így van. Hát, basszus, hogyha ekkora buli nálad, akkor nem is hardcore koncertekre kéne járnom, hanem hozzá, tehát sokkal nagyobb a daráló. Figyelj, én bevállalom, hogy elmegyek, dobok egy puszit neked, aztán megveretem magam. Én ilyet még nem éltem át, hát rám is féltékenyek lesznek, nem tűnik föl nekik, hogy... Azt kapjátok el ott a Balázs imitátor bukszák! Felveszek egy magas sarkút, dobok egy puszit, nagyon hülyére veretem magam, tehát nekem ezzel nincs bajom, szívesen megcsinálom. Nem, tényleg értem én közben, hogy ezért humorizálunk, még veled el is menne a csap. humorizálunk, de azért ez nem egy könnyű dolog. Szóval, hogy egy idő után azért sokkal zavaróbb tud lenni, mint amennyire szórakoztató vagy vicces. Persze. Igen, azért nem, mert rásul, nekem türelmem is viszonylag végtelen van hozzá, és tényleg... Viszonylag végtelen, de most ha megláttam őket, megolod. Igyekszem mindenkinek nagyon sok esélyt adni, tudod, és hogy van, hogy elhessegetem a dolgot, hogy nem, ők mégsem annyira bolondok, mint amilyenek tűnnek, vagy mégsem úgy van, csak én hittem azt, és hát nyilván az sajnos néha rá kell jönni. Nem tudod adatolni a Posztobányi Andort, hogy egy most jobb hát, ő sem bírja. Egy hátsó kezet zavarjon le nekik, vagy valami? Pont ez történik egyébként, hogy Posztobányi Andor barátom és egy menedzserem, ő írta ezt a Facebookra, ő is az egésznek az intézője, úgymond aki ezt legyen. Az intéző. Viszont négy napja elrabolták, és senki nem tud róla semmit. Kézben tartja, tehát nem én írtam ki a Facebookra, nem én foglalkozom ezzel egész, én tényleg a lemezemmel igyekszem foglalkozni, és ez nem reklám, nyugi még semmi, ilyesmi nincsen benne, hogy megjelenik a jövő héten, tehát nem... De még két hét van, vagy mi? És amúgy az újságokhoz sem mi mentünk, tehát ez nem egy ilyen reklám. Nem, akár, persze, tehát, lemez előtt egy héttel ez abszolút nem. Így van. Ez rohadtul nem, abszolút nem reklám, lemez megjelenés előtt egy héttel. És nem mentetek, hiszen el se jöttetek, még az ott. Nem, azt mondom, hogy nem egy hét múlva fog megjelenni, tehát nem tudom még, hogy mikor lesz lemezünk, tehát nem ez a reklám. De van még egy másik sztorim is, tök érdekes, egy nagyon kedves úriember hívta fel az anyukámat, hogy na, akkor lehetne jönni. És anyukám nem értett, hogy miről van szó, és akkor kiderült egy hosszas beszélgetés után, hogy az úriembertől bizony elvált a felesége, aki úgy gondolta, hogy hozzám fog majd költözni, és anyámat azért hívta föl, hogy lehet menni a nőnek a cuccaiért, ha már egyszer hozzám költözik, és igazából szó se volt erről, hogy azt sem tudom, ki az egyébként megmondom őszintén, azóta sem tudom, hogy ki az. Úgyhogy ezek ilyen, én tényleg nagyon tisztelek mindenkit, és tényleg maximálisan... Csak hagyjanak már mindenkit. Így van, de lemezt tegyék meg, nem a jövő héten jelenik meg, hanem bármikor is régen. Bármikor jelenik meg, vegyék meg a rólt életbe, azzal segítenek rajtam. Vagy vegyenek kettőt, vagy mit tudom. Esetleg kettőt, hármat, és ha Tobi is már kiadott valamit, akkor tőle.
Na jó, igen. Egyébként értjük, humorizálunk, de azért ez nem egy könnyű élethelyzet. Jól van. Hát figyelj, sok erőt, az ember nem nagyon tud mit csinálni, együtt kell ezzel élni, tényleg nem tudod se őket eltiltani, semmit. Tehát, hogy, te mit csináltál például? Mi volt a térnek a vége? Hát most meséld el neki. Na. Figyelj, valahogy eltűnt, beült az öltözőbe, szagolgatta a ruhákat, aztán egyszer csak nem jött tovább, nem jött többet. Ez nem jött ki. Igen, de hogy nem tudom, hogy miért szívódott ő fel, vagy mi történt vele, de hogy valahogy ez megszűnt, ez a fajta őrület. Egyébként nyomasztó volt, tehát ez nekem hónapokig tartott, mondom, már Janit kiküldtem, szóval ez hosszú ideig tartott, aztán valahogy véget ért ez a dolog. Na igen. Szóval, hogy tényleg nagyon nagy nagy szeretete várunk mindenkit, és nem arra. A jövő heti Népligeten az E-klub koncertre, a péntek este 9. Várjál, ugyanígy lecsónak való paprikára. Na jó, csak kitartás. Tényleg szeretettel várunk mindenkit, és nem arról van szó, hogy bárkivel probléma volna. Itt ez egy nagyon régóta húzódó eset, amit azt hiszem mindenkinek az érdekében meg kell oldanunk. Azt hiszem leginkább az övékben egyébként, az ő érdekük ez. Hát beutaló az elmegyógyintézetre, persze. Hát Csaba, vigyázz magadra, köszi, hogy elmondtad. Legjobbakat, szépen. Csáó, vastag Csabának, köszönjük szépen, hello Csabi, köszi. Csáó. Azt gondolkodom, hogy mit jelent az, hogy viszonylag végtelen az ismert univerzum határain belül? Azt nem tudom, de nem egy könnyű élethelyzet, nem? Azt gondolod, hogy ott van 4-5 nő, aki agyonver mindenkit, aki ezt te hozzáérsz, fotózkodsz, rámosolyogsz, hát ez ilyen fura. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jaj, nagyon nevettem ezen a Vastag Csaba interjún. Én kedvelem őt egyébként, egy nagyon jó lelkű fiú. Tehát, hogy most is úgy fogalmazott, igen, hogy a lehető legnagyobb tisztelettel, kedvességgel 6-8-10 olyan valószínűleg tényleg kicsit elmeháborodott lányról, akiket se levakarni nem lehet sem megállítani, se jobb belátásra bírni, és ez valójában nyomasztó lehet, de hogy ő még mindig próbálta tartani a képet, és úgy fogalmazni, hogy aranyosak, kedvesek, de nagyon finoman kér őket, hogy ne csinálják. Hát mi négy emberről beszélünk. Mi van, hogyha a rajongói 80%-a ilyen is megsértődnek? Hát. Na. Meg egyébként azért sokan cserélnek velőle. Vagy vele, nem? Most a magyar popírából. A Csabával? Így van. A gyerekek, szerintem senkinek bulik nincs annyi koncertje, talán a Majkáéknak még. Jelen pillanatban. Nem? Most lehet, hogy a Fluoréknak, nem tudom, de hogy a Csabáéknak elképesztően megy. Még mindig. Tehát ő az X-faktor szerintem minden idők legnagyobb nyertese. És az első X-faktor csinálta, igen. Ugye azóta már volt néhány széria, és azt hiszem, hogy mind közül ő a legkeresettebb. Igen. Az elsőt meg az utolsót jegyzik meg egyébként az emberek szerintem, meg a nézők. Úgyhogy tényleg most már itt volt az ideje, hogy vége legyen. A sorozatnak? Hát az utóbbi egy-két évad már nem volt annyira erős, igen. Szóval, hogy hát elfogynak gyerekek, nem lehet mit csinálni, tényleg elfogynak. Tehát azért ez már látszott mindkét csatorna tehetségkutatóján, hogy azért úgy fogynak. Még egy-egy nagy tehetség becsúszott, de hát az első évadra visszagondolunk, ott volt 8 nagyon tehetséges, vagy 9, a Wolf Katitól kezdve, a Janicsák Vecán keresztül, a Nikolászig, Vastagék, hogy tényleg mindenki szinte baromi jó volt. Aha. És utána már csak fel-fel kaptad a fejed, amikor jött egy-egy tehetség, Zámbó vagy. Én azt az évadot is nagyon szeretem, az egy kicsit más évad, az egy szórakoztató évad volt. Ott viszont az Olá Gergő volt, egy kiugró. Nagyon jó volt. Tehetség egyébként. Nagyon jó volt, de hát most tényleg mit csinálnak a koncertszervezők egyébként? Mondják le a már lefixált Vastag Csaba koncerteket azért, mert jönnek az új tehetségek. Hát minden helyen ő lép fel, mindig. Érted? Hát igen. És nem tudnánk mit csinálni. Igen. Na nézzük az SMS-eket, kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk egy-két olyan esetet, amikor értük rajongott úgy valaki, hogy az nem ex volt, és nem arról volt szó, hogy nem tudott belenyugodni abba, hogy vége a kapcsolatnak, hanem egész egyszerűen csak valahogy valamit meglátott abban a pár pillanatban, beszélgetésben, munkahelyi viszonyban, és aztán nem tudta levakarni magáról a hallgatónk. Balázs, a tiéd azért ért véget, mert átállt a Csabához. Lehet, hogy ugyanaz, tényleg. Igen. Engem anno Sing Sing koncerten megvártak a mosdóba, és nekem estek. Mert Abaházi Csaba köszönt nekem az előtérben, gyerekek. Azért ez milyen durva. Hogy a Csaba ráköszönt valakire, és közben Moncsit agyonverték 5 perccel később, mert hogy Csaba ráköszönt. Jó, mondjuk, ha Abaházi Csabi köszönt valakire, az hello meg volt köszönve. Na, de gondolod, hogy milyen betegnek... Azért az fel, igen. De gondolod, hogy tényleg milyen betegnek kell lenni, hogy azt gondolt, hogy neki nem köszönhet, mert ő a tiéd. Tehát, hogy én sose voltam ez a típusú rajongó. Hát nem, mert érted, rajongtak, hát az már csak hát a másik oldal. 92-ben, mikor Axl Rose ránézett egy másik férfira, akkor megvártam a Népstadion előtt, és nagyon megvertem, de hogy ezért ez baromi nyomasztó lett. Az hát meg beteg dolog. Én például soha nem sértődtem meg, pedig soha nem köszönt senki. Mi sértődtél volna meg? Hát, nincs.
Volt olyan, hogy minden reggel 5:30-ra a titokzatos levél várt a kapuban, hónapokig nem jöttünk rá ki az, amikor viszont kiderült, utána se hagyta abba. Levél érkezett. Egy titokzatos levél. Én kibontanám ezt a levelet, hát a rendőrség, az ORFK, na, azért ezeket a küldözgetik. Érdemes megnézni, de hogy aztán elzárása váltsák át a be nem fizetett csekket. Engem egy 50-es kopaszodó, festett hajú, kapuzárási, pánikos figura hívogatott, és SMS-eket is küldött rendesen. A hányinger kerülgetett, ez hónapokig tart. Magnitű. Nem festett a hajam, ti tudjátok. Én mindig mondtam, hogy állítsd le magad. Nem festett, ez az eredeti. Én értem a pánikot, meg értem, hogy lassan 50-es vagy, de azért komolyan Magdinak SMS-eket írogatni azért az nagyon kemény, igen. Na, hát leginkább egyébként exekről írogatnak nekünk hallgatóink, de mi kértük őket, hogy ne. Tehát azokat most azért nem is olvasom be, mert nem exekre vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a pillanat, vagy mi volt ez a pillanat, amikor az exet nem lehetett leállítani. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Az ötvös cirkusz történet, ez nyilván olvashatok, hogy a fenébe tűnik el ebből a cirkuszból állandóan valami, mondja meg nekem ezt valaki. Amikor de tényleg, is bűvész. De egyrészt kiharagszik kire, hogy ott állandóan állatok szabadulnak ki. Kettő, miért nem vesznek rendes lakatot? Három, mi van az, hogy egyszer csak eltűnnek oroszlánok, most meg eltűnnek pónilovak? Tehát hogy történik ez? Nem tudom. Akkor cseréljük le, öcsém, mert... De nem lehet, hogy az állatok ennyire okosak egyébként, hogy az oroszlánok is rájöttek, hogy eltávra mehetnek. A pónilovak jöttek, most egy utánozzák az oroszlánokat, tehát hogy utána legközelebb megszöknek majd a tarajos sülőt. Figyelj, simán el tudom képzelni. Helyekről meséltek, rendezvényekről meséltek, élményekről meséltek, akkor én is kedvet kapok ezekhez. Aha, nyilván az volt, hogy most legutóbb, ugye, amikor Kecskeméten az oroszlánok megléptek, akkor utána visszazárták őket, visszakerültek a többi állat közé, és elkezdtek sztorizni. Figyeljetek, nem fogátok el. Szabadok voltunk. Voltunk a cifra palotán. Stb. És ez nem zavart a pónikat abban, hogy ők már nem Kecskeméten vannak, hanem Hódmezővásárhelyen, és gondolom ők is ki akarták próbálni ezt a fantasztikus élményt, nem lehet, amit átélhettek az oroszlán. Új marketingese van az ötvös cirkusznak, és ez a hely, hogy mindenhol szabadon engedik őket. Négy hetente elenged pár állatot. Kisorsolják, Kecskeméten legyenek az oroszlánok. Hódmezővásárhelyen legyenek a pónik. Mm-hmm. Hogy van ez, hogy itt mindig kiszabadul valami? Kecskeméten a kecske... Ne, az átlátszó. Az nagyon az a média hexagú. Ne, azt inkább. Kecskeméten menjenek az oroszlánok, Hódmezővásárhelyen menjenek a pólik, hova mennek legközelebb, meg kéne nézni, hogy mi a turné következő. Pár évvel ezelőtt ugye megléptek tőlük még zsiráfok és lámák is. Az ötve cirkuszban kezdték? Foglaljátok néhány buddhista szerzőt. Nem, lámák. Ez a zsiráfok mentek el először? Tényleg? Igen, és a lámák. Már ez a zsiráfok is a lámák. Zebra volt, zebra is láma. Hasonlít a két állat egymáshoz, megértem. Ez most Hódmezővásárhely? Ott volt az eltűnés? Nagyon egyformálat a zsiráfok a zebra. Igen. Ez most Hódmezővásárhelyen volt. Szeged a következő, csak szólok. 9-től 19-ig. Április 9-től 19-ig. Mm. Figyelj, ha marketing szempontból csinálják, egyébként zsenik. Jó, Szegeden mi fog eltűnni? Most a póni? Én nem tudom, miük van. Miért nem tűnik el egyszer egy törpe, vagy egy bohóc, vagy valami? Tehát, miért mindig állatok tűnnek el? Hát szabaduljon ki egyszer egy pelenkás majom. Nem, a pelenkás... Hát tudjuk, egy pelenkás majom az egyébként jó lenne. Hogy a kis mellényes, bugyos, törökgatyás, kaftános, kis cintányíros majom lehet egyébként az egész mögött. Tehát lehet, hogy itt egy állat ébredt az öntudatára, és ő akarja kiszabadítani a többi állatot. A cintányíros majom. Tehát egy cintányíros, pelenkás, bugyos, gatyás majom szabadítgatja ki az állatokat. Nagyon egyébként könnyű lehet, hogy ő az. Szerintem ő lehet a dolgok mögött. Mindig oda megy, vagy van főkulcsa, vagy tényleg csak riglire nyílik a kapu, akkor oda megy, és amikor szabadon elérsz valami vállalatot, akkor utána... És újra tapsol. És tapsol, igen. És ezek most meddig jutottak ezek a pónik? Mert az oroszlánok egészen sokáig ott elbandukoltak egy ideig. Messzire ők sem mentek egyébként, az oroszlánok se, de valószínűleg a pónik se. Nem, vagy tudunk valamit? Meddig mentek? Hát én úgy tudom egyébként, hogy rekonstruáltak az esetet, és akkor az volt, hogy az egyik póni azt mondta a másik, hogy figyelj, menjünk a zebráig. Nem eddig, a másikig. Érted, mert ott volt a közökben egy zeb, de nem ők távolabb mentek. És akkor ott egy ilyen kis torlódást okoztak, mert hogy bekolbászoltak az út közepére, ilyesmi, és az autósok nem fértek el tőlük. Na jó, megkérdezzük Ötvös Lórántot, aki már itt van velünk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Hello. Küldjünk pár lakatot? Vagy mit csináljunk? Már megoldottuk a problémákat igazából. Én nagyon szeretem ezt, hogy nálatok mostanában állandóan megszökik valamilyen állat. Hát én azért annyira nem szeretem. Egyébként nyilván gondolom. De új a marketing esetek? Az ötlet nagyon jó, hogy minden állat, vagy minden városban nem, szabadon engedtek valakit. Nem ötlet kérdése volt, hanem véletlenül tényleg megszöktek az állatok. Ez egy véletlen egybeesés, tehát igazából nem terveztünk ilyesmit. Nem tudjuk, hogy ki nálatok az elkötelezett állatvédő, aki mindig szabadon akarja engedni az állatokat, de mondd meg nekik, hogy csak ott engedje el, ahol azok az állatok őshonosak. Rendben van. Okay. Nincs valami belső ellentét a cirkuszban? Nincs valami bohóc, aki feljebb akar lépni?
Igazából nem az történt, hanem most érkeztek ezek a ponylovak Olaszországból. Nem új lovakról van szó, tehát ez az övéké volt, csak hátrahajták, mert nem volt hova betenni, és amikor megérkeztek, és szedték ki őket a kocsiból, akkor az egyik ember, aki fogta, véletlenül valamiért megijedt, és elengedte. És jaj, Póni! És közben a másik ló meg utána rohadt, hogy elnézés közben a zajért, mert közben zajlik itt az építés Tegeden, most építjük a sátrat. Ja, azt hittem azt mondta, hogy elnézés, a zajér éppen meglépett az elefánt. Most már tényleg valamit csináljunk. Úgyhogy igazából ennyi történt. De menj a tigris utáni, majd elkapom a pónikat. Hát az a baj, hogy egy ló nagyon gyorsan tud szaladni, és hiába gondolta az az úr, aki utána rohadt, hogy most megfogja, azért nem olyan gyorsan sprintel, mint egy ló, úgyhogy egy kicsit kellett egy kis segítség neki, de fogjuk. Figyelj, körülötted nincsen esetleg egy fiatalabb ötvös, aki már átvenné szívesen tőled a marsalabotot, és el akar lehetetleníteni ezekkel az állatkiengedésekkel? Igen, én is valami belsőre gondolom. És remélem, hogy egyszer majd át is veszi tőlem, mert nem olyan kellemes ezeket csinálni. Amúgy itt vagyok a tigris mellett, és nagyon szépen nézegetít engem. Szuper. Nézd meg a lakatot. Szabadon van? Szabadon van? Nem, bent van a ketrecében. Kicsit már ott furán is érzi magát. Nem, igen. Hát ezt megszoktam. Mi van az oroszlánokkal, akik megléptek azóta? Csönnen vannak? Köszönik, jól vannak, azóta nem volt kedvük meglépni. Nagyon jól érzi magukat. Várják a nagy érdemű közönséget. Amúgy biztonságosabbá tesszük a dolgot, mert azért, ha egy póniló megszökik, az nem olyan veszélyes, de az oroszlánok helyzetében azért egy kicsit más, úgyhogy egy ilyen külső plusz ilyen védőhálót kerítettünk közbe teljesen a ketrecei közé, hogyha véletlenül úgy találnak kedvük, hogy most megszöknek, akkor még azon is át kell verekedjük magukat, egy kicsit olyan, mint a játék határok fékül, tehát hiába mennek ki, nem tudnak tovább jutni. Többek között ezért megyek nagyon ritkán cirkuszba, a Viki viszi mindig inkább a gyereket, mert ilyeneket hallok, hogy a nagy érdemű közönség. Ez Feri imádja. Tehát egyszer, ha a porod mesteretek elhalálozik, vagy szabadságra megy, szóljatok Ferinek. Feri a legnagyobb cirkuszi kikiáltó, tehát ő ezt imádja, szereti. Én is egy kicsit csodálkoztam azon, hogy mindenki érdeklődik ezek a pónilovak iránt, hogy így megszöktek, mert azért oroszlán esetében azt mondom, jól van, hát ez egy póniló nem vagy akkora szenzáció, de hát úgy látik mégis. Vérpóni. Igen. De te voltál ott? Én voltam, a budapesti előadásatokon voltam, hibátlan volt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát, csak ki, csak most, hát, csak önök! Hát a legjobb! De ez vagy tulajdonképpen. A hát Feri a porodmester, nem? Feri, aki kiállt. Hát ezt imádom. Igen. Szegedre mentek tovább, tényleg? Igen, Szegeden fogunk kezdeni holnap, és annyit is szeretnék hozzátenni, hogy az ötös cirkusz azért nem csak arról híres, hogy állatok szöktek meg, azért történnek itt más dolgok is. Például a minap születtek kis mosómacik a cirkusznál, 4 kicsi egészséges mosómedve, és nagyon szépen fejlődnek, úgyhogy azért történnek itt jó dolgok is. Nem csak... Még megvannak? Meg, persze. Még, meg. Még nem tudják kinyitni. Már látom a szalagcímeket a szegedi újságokban. Mosómedvék lepték el a várost. Hát igen, azért az érdekes lenne. Egy kicsit még fejlődniük kell az, hogy egyáltalán el tudjanak menni. Igazából csak tegnap nyílt ki a szemük. Olyan 2 hetesek most körülbelül. Na jó, ennek azért jobban örülünk, mint hogyha azt olvasnánk, hogy tigris a dómnál. Igen. Vagy lehet, hogy elvisszük sétálni az egyiket forrázon. Hát csak vicceltem. De hát ez jó lenne, hát az emberekhez egy kicsit közel. Régen volt az, hogy ilyen rácsos autókban vitték körbe, ilyen nagyon nyomorult módon egy fáradt leszedált majmot, 2 ilyen kutyát, amit hóleopárdnak álcáztak, meg egy ilyen fél szarvast, és ezt sajnos vitték körbe. Sajnos előfordult a cirkuszoknál, igen, de ezért már ezekről leszoktak, és nem is igazán lenne helyes ezt csinálni, úgyhogy ilyesmit nem csinálunk már. Viszont van egy oroszlán itt a cirkusznál, ami tökre készhez szokott, és akár még pórázban is lehetne vinni. És nem bántana senkit. Ez az az idős oroszlán, az a Markus, vagy ez nem az? Nem, az már nem él, ezt úgy hívják, hogy Zeus, és mindössze 4 éves, de ilyen hatalmas hím oroszlánt én még nem láttam. És tök szelíd. És fogalmas is, hogy került. Igen. Amikor az elszökött 3 visszajött, akkor jött velünk. Igen, és ezután megjegyezett, hogy várjátok a tulajt. Nem tudom, hogy hallottatok-e a berber oroszlánokról. Gyönyörű állatok. A berber oroszlánok a vadonbarin úton kihaltak, viszont egyes cirkuszoknál még vannak leszármazottak, tehát a cirkuszoknál valahogy megmaradt ez a faj. Igen. Ezt nem tudtuk. Ez egy fontos információ. Így van, igen. Na, ha legalább majd tudjuk. Meg a szegediek is tudni fogják. Te, azok nem egy berber oroszlán. Már neked ki kellett volna hallod. Már itt van a kötvösség. A berber oroszlán, mi? Igen. Na jó van, hát jó munkát nektek. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm, és üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is, úgyhogy köszönöm, hogy hívtatok. Ciao, köszi. Szia. Hello. Ciao. Hello. Hát én szeretem őket. A cirkusz nem szeretem, de ő nagyon szimpi. Igen. És nem egy ilyen parázós típus. Hát most a pónilovak azért az tényleg nem egy olyan nagy dolog, nem? Gondolom, hogy minden nap elszöki. Hát te szoktad mondani, hogy a póniló a legszemetebb ló, hogy harap csíprú. A póni az egy aljas. A póni az egy kisebbségi komplexussal. Igen. Vannak
gyerekekhez szokott pónik, és rá is tudsz ültetni gyerekeket, de a póni azért az veszélyes. De azért a kis csibaba, meg a kis kutya, tudod, a leghangosabb, mindig neki megy a nagynak. A póni is ugyanilyen frusztrált, hogy ott vannak a nagy lovak, csípar, én szeretem a pónikat. Nem lehet, hogy a póni átfért a rács között. Hát egyébként hát, tényleg. Igen. Oroszlánokra volt szabva. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó, gyerekek, az egyik bulvárnap lehozta, nagyon érdekes, megcsinálták az ország részek térképét. Döbbenetes egyébként, elkészült Magyarország részek térképe. Az országos rendőrfőkapitányság szerint az egyik napi bulvárlap kérésére közreadta, melyik megyében hány ittas sofőrt kapcsoltak le a járőrök húsvétkor. És ezek szerint megtudhattuk. Ne békés, kérlek. Nem álltok rosszul egyébként. Büszke lehetsz magadra, nem álltok rosszul. De van egy megye, ami hát egész egyszerűen kilóg, és a másik, vagy néhány megyéhez képest duplázott, sőt triplázott is. És a nagy kérdés, hogy mi történik abban a megyében? Mi történik abban a megyében? Mert hogy vannak ilyen elhanyagolható számok, mint Veszprém megye 12, Vas megye 9, őket meg kell dicsérni egyébként 9-el. Ügyesek. Egyébként nagyon ügyesek, Somogy megye 6, ott gyerekek, ott mindenki, nem tudom, hát senki elfogadott, senki nem iszik. Viszont 44-gyel gyerekek, Bács-Kiskú megye rávert az egész országra. 44! Csak mondom, Tolna megye 9, Csongrád 20, ilyen számok vannak, Komárom-Esztergom 11, Győr-Moson-Sopla 13, Bács-Kiskú 44. 44 részeget kaptak el? Igen, valószínűleg ez, ha csak ilyen nem százalékos a szám, akkor igen. Hát 100-ból 44 volt ittas. Mi a fene történik Bács-Kiskú megyében, de tényleg? Hát nem tudom, én meg még így dicsérem oda a gyufatésztes halászlevet, érted ahelyett, hogy a részeges kacsát. 44 részek sofőrt kaptak le, és mellettük Tolnában pedig csak 9-et. Ha, tehát még az sincs, hogy ott az egész környék, az egész vidék érte. Na de várjál, nem lehet, hogy Tolnából baj irányába menekült? Vagy még járment. És náluk kapcsolták le a Tolnába. Tényleg azt tudjuk, a megye határt, és még Tolnában nem sikerült, de már Bács-Kiskú megyébe lekapcsolták őket, igen. Hogy akkor azt nem tudjuk, hogy ők megyeiek, csak azt nem, ott kapták nem tudjuk, igen. Azt nem lehet, hogy tényleg az történt, hogy mondjuk a Tolna megyei kollégák áttelefonáltak a Bács-Kiskú megyei kollégákhoz, hogy féltek tavaly, minket messzeltek el, hagyd menjünk már. Átviszünk egy 30-40-et hozzátok innen. De mi legyünk a legrosszabbak. Gyerekek, Budapest vagy Pest megye 12. Illetve Budapest 12, Pest megye 19. Hát egészen jól állunk. Vajon ők mindig isznak és most kapták el őket, vagy ők egyszeri húsvéti ivók, akiket most kivetesen elkaptak, és soha nem isznak, csak húsvétkor. Tehát történt-e valami olyan trauma az elmúlt egy hónapban a megyei életében, amit most csúcsosodott ki? Ez valami, Magyarország legnagyobb megyéje egyébként. Én megnéztem direkt. Igen. Most a legnagyobb megye, és nem tudom, hogy mi lehet. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi az az ok, ami miatt ennyien nyúltak a pohárhoz. Tojáslikőr robbanás. Tehát van valami, ami most ebben a pillanatban, illetve ezzel a húsvétkor csúcsosodott ki? Nem tudom. Azért valami nagy megyei trauma. Igen, amiről reggel beszéltünk, hogy a jó idő az mennyit segít az emberen, kérlek szépen, az országos átlaghoz képest magas a napsütéses órák száma a megyében, tehát tök jó idő van nekik állandóan. Jó, vagy tesz a gyümölcsnek. Rá. Igen. Gyorsabban érik a cefre. És hamarabb kész lett a pálinka. Erre gondoltam én is. Lehet egyébként, hogy ez az oka. Tényleg, hogy már szüretelés van, nem? Mi okozhat ivási bánatot? Hamarabb kapna. Mi okozhat ivási bánatot? Nem volt gyufatészta. Azt nagyon könnyű találni rá okot. Tényleg. Nem volt gyufatészta. Ilyenkor 8 tojásos volt, most csak hétre futottam, ígyunk. Okot mindig talál egyébként az ember. Egyszer érdemes lenne azt megnézni, hogy mely szakmához kapcsolódik a legtöbb ivászat. Kőműves. Nem? Asztalos. Igen? Hogy szerintem vannak szegények olyan sztereotípiák, hogy na mert ti állandóan isztok, és közben lehet, hogy nem igaz. Tehát, hogy kik isznak a legtöbbet? Hát nem tudom, lehet, hogy ez már változott, meg nyilván ez is csak egy sztereotípia, de gyerekkoromban, ott az épülőházak környékén, nagyon sok volt akkor ilyen a környékünkön, meg ráadásul voltak kőműves ismerőseim, meg építőparban dolgozó volt osztálytársaim, és én mindig láttam a sörös üveget. Jó, persze, tudom, a sörös üvegek nyilván azért kellettek, hogy odarakjuk majd az oszlopokat, benne. Tudod, mert hogy amik alapozták a kerítést, akkor kellett valami, ami szépen formára, nyilván ezért. De hogy ott nem volt olyan, hogy ott ne drinkeltek volna. A korrekt kőműves az például úgy alkuszik, amikor bevállalja a munkát, hogy a mit tévnének a fölépítése az 35 ezer, meg egy rekes sör. A, így van. Ne. De esküszöm. Tényleg? Esküszöm. De hogy ráhassod a rekeszre, hogy mindent elérjem? Igen, hát nyilván. A jó megrendülő az így kérdez, érde. Mennyi sóder, mennyi homok, mennyi méz, mennyi sör.
És akkor adni kell nekik, és akkor az jobban megy van. A munka. Jobban megy a meló, már reggel beveszel egy ilyen hűsítőt, hogy nehogy meleged legyen a pakolásban, meg a malterozásban, és akkor meg vagy estig. Tehát az vannak szakmák, ahol egyenesen arányos a szakmád azzal, hogy alkoholista vagy? Hát alkoholista. Mert ha minden nap iszol egy sört, vagy két sört, akkor te már alkoholista vagy. Hát ha neked arra szükséged, ugye nem a mennyiség számít igazából, hanem a rendszeresség. Mm-hmm. Aztán utána persze nézik a mennyiséget is, de egy-két üveg sör naponta, sajnos az már egyébként, ha ezt hosszú távon csinálod, az alkoholizmus. Hát elismerjük, vagy nem ismerjük. Nem kell az minden nap részegnek lenni, hogy te alkoholista legyél. De valamennyi kell, nem? Védőitallak. Hogy célzó víznek, hát, tudod. Jó, igen. Józsikám, fél óra ellobálod már a keverőbosztos hú, de most már ne csak mellé, jó? De nem lehet, hogy csak egy ilyen sztereotípia a kőműveseknek, hogy ők mindig részegek. Na, a nézd, a kőműves mindig részeg. Tehát lehet, hogy ugyanannyit isznak az asztalosok, ugyanannyit isznak az orvosok például. Én szerintem nagyon sok orvos egyébként a látottakat, a traumát, szerintem egyébként, igen, olvastam egy cikket, hogy az orvosok között is nagyon sok a szenvedélybeteg. De mi fölökozott Marika néni megfázását, vagy magas vérnyomását? Hát nem, hát azért ennél vannak azért... Ha körzeti orvos vagy, akkor lehet, hogy ez a legnagyobb trauma. 10 éve vagyok agysebész, és másképp nem lehet. Tehát akik mondjuk traumatológián dolgoznak, baleseti sebészeten, hát ott azért ott lehet, hogy látsz egy-két kemény dolgot, és az orvosok között is nagyon sokan tompítják egyébként azért traumákat azzal, hogy isznak. Hmm. Jó, tehát akkor az orvos és a kőműves már benne van ebben a csapatban. Sok kőműves és orvos dolgozik Bács-Kiskun megyében. Tetszem fel a kérdést? Hát, orvosok és kőművesek. A pékekkel mi a helyzet? Ők isznak? Nem. A pékek, ha nem mehetem el a kőművesek. Mert meleg van. Mele. Na, ott kell csak ja, igazán tényleg, a folyadékpótlás. Persze, és ott nincsenek ilyen problémák, hogy mondjuk azt, hogy nővérke volt itt egy bontatlan múlap, hol van. Nem talán, akkor mondjuk a beteget. Na, nézzük meg akkor őszintén, jó? Írjanak nekünk azok, akik minden nap isznak. És, de úgy értem, hogy közben végezzünk akkor mi is egy ilyen reprezentatív kutatást, de mi azt vizsgáljuk, hogy mely szakmák képviselői isznak a legtöbbet. Tehát tényleg őszintén ide, hogy gyerekek, kőműves vagyok, minden nap iszom. Bék vagyok, beverek egy felest. Jobban megy a meló. Asztalos vagyok, napi egy üveg sörrel indítom a munkát. A traumatológián dolgozom, a feleségem nem tudja, 10 éve iszom. Tehát nézzük meg, tényleg. Pilóta vagyok, mit tudom én, EasyJet-e igen, kamionos vagyok minden nap. De tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ugye a legtöbb munkában az elfogadhatatlan. Most a kőműves a nagy kárt nem tud tenni másban. De jó, tényleg, kik azok, akik isznak? Csak akik a derékszögekben. Igen, azért hazamész, megnézed, hogy nem tudom, vakolta, vagy nem tudom, hogy vitte föl a borítást a falra. De hogy nézzük meg akkor, hogy mely szakmák képviselői isznak, mindenki gyakoroljon egy kis önkritikát, és mondja el őszintén, hogy patikus vagyok, nem bírom, amikor aszkorbinsavat kérnek. Akkor mindig lenyúlok a pult alá. Hogy ne csak az asztalos, kőműves, pék, mit tudom, ezekre mondjuk, hogy na persze, mert ők biztos részegek. Nézzük meg, hogy mely szakmák képviselői isznak még. Őszinte mindenki mondja, hogy mi a napi adag, mire van szükség, hogy jól működjön az, amit te csinálsz. Jó? Vizsgáljuk meg. Hogy kedves Bazsál. Sose kezdem hét előtt. Kirékem kamar magamnak. De tényleg, mondjatok még egy-kettőt. Én kíváncsi lennék arra is, hogy például buszsofőrök. Most őszintén nem kell nevet írni, nem kell aláírni. Villamos vezető vagyok, igen, minden nap indítok egy felessel, mert hogy tehát nézzük meg. Nem már, hát a műszak után legalább. Nem lehet általánosítani, hogy minden villamos vezető részeg, de lehet, hogy néhányan úgy indítanak. Hát nézzük meg, hogy ki indít felessel és mit csinál. Vagy ki indít alkohollal és mit csinál. De ott nincs szonda, mielőtt felszállsz a biztos, sárgára. Van, nem, hát ott is kell. Vagy már szonda, felszállsz és ott iszod meg. Igen. Szonda van viszont ide, bőröndkutatás nincs, felviszed a kis kézipodgyászodat, beülsz a kombinóra és beversz egy felest. A szonda is van, iszunk is csak... Pont ebben a sorrendben. Ezért nem derül ki. Először szondázunk, aztán iszunk, ugye, ahogy szokták. Fia, villamossal legfeljebb tovább mész. Érted? Hát azért... Igen. De ott ütköző van a legvégén, ott csak megállsz. Azért, hogy most persze bevicceljük a dolgot, és tényleg nem kell miatt bántani minket, de hogy azért vidáman indul a reggel, amikor beleszól a villamos vezető, hogy kinyitja az ajtókat, mondjuk egy 10 méterrel arrébb, megállunk után, és azzal indít, hogy sorry vagyok, elnézést. Igen, én szeretném, hogy hamar felnyomnánk és kirúgnánk, de tényleg. Mondjuk, és sírnék a rögést. Sorry vagyok, most így sikerült. De lehet, gyerekek, kiderül, hogy bocsiska. Elnézést.
kiderül, hogy a, mit tudom én, az eladók isznak a legtöbbet, mert nem bírják, és ezt unalmasnak tartják, vagy a cipőboltban dolgozok. Mit tudom én? Hát lehet, hogy van egy csomó olyan rejtett szakma, amiről nem is gondoljuk, hogy a 80%-át ezen szakmának, aki űzik, egész ezt a makonya részegen csinálják azt minden nap, mert nem gondolnád, nem? De már annyira hozzászokott, hogy nem veszed észre. Hát nem, persze, hát azért, ha te sokat iszol, akkor nem kell azért nagyon részegnek lenni, csak beversz egy kicsit. Valamit munka előtt beversz egy picit. Nem? Üzemi hőfok. Igen. Elérd az üzemi hőfok. Boráros. Nem. Bosnyák. Bocs. Na meg. Tessék, festők, vázolók, szintén. Az egész építőipar. Az egész építőipar. De akkor a nyomás? Vagy, tehát, hogy miért lesz az építőiparban? Vagy egyszerűen úgy szocializálod, hogy ivott a főnököd, ivott a munkatársa, te is rászoksz? Hogy lettek ők? A festőknél szerintem simán előfordulnak ilyen beszélgetések, hogy Lacika, látom, hogy most ma nem fogsz hengerelni, inkább meszelj. Mert érted. Meséltem azt a sztorit. Mintásodban ne. Ja, régen a körbecsík, tudod, ment, és akkor úgy sikerült, ahogy sikerült, és a tulajdonos mondta, hogy de Sanyika, ha megszárad, kirúgja magát. Óriási. Óriási duma. Ez a legnagyobb duma, amit én az építőiparban hallottam. A másik a Kevin Kofferd, hogy majd a szél kiegyenesíti. Hát ezek azért nagyon nagy dumák. Jó, drága hallgatók, őszintén, jó? Tényleg, aki munka előtt bever valamit, írja meg nekünk, hogy mit csinál és mi a napi adag. Nézzük meg! Tényleg tök őszintén. És ebben lehetnek olyanok is, akik nem tartoznak a sztereotíp megközelítések alá, hogy kőműves, meg festő. Tehát imádnám, ha írnának tényleg villamosvezetők, pilóták, bárki. Festő, jó? Vagy írd meg, létsz, hogy egy hónap alatt hányszor mondod el azt, hogy a bordűrt majd holnap. Nem akarom csak őket bántani, a kövőseket és a festőket, tehát pont ezért akarom egy kicsit szélesíteni. 7:30 pontosan várjuk az SMS-eket, jó, őszintén senkit nem fogunk elárulni. Nem adjuk ki a számokat. Jó? 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes kísérletbe kezdtünk a hírek előtt. Szeretnénk kideríteni, hogy mely foglalkozás képviselői isznak a legtöbbet. Kik isznak ma Magyarországon munka közben? Ugye erről szól a Class FM Morning Show kutatása. Őszintén tét nélkül lehet nekünk SMS-t írni, mert ha akartok, más nevet írtok, ha akartok, letagadjátok a neveteket, teljesen mindegy, a lényeg csak az SMS tartalma. Ugye a kutatás arról szól, hogy nézzük meg, hogy valóban a sztereotípiák érvényesek-e, és tényleg a festők, mázolók, burkolók, kőművesek isznak-e a legtöbbet, vagy vannak más foglalkozások, üzői is, akik minden reggel, minden délután piálnak. Hát gyerekek! A helyzet az, hogy az egész ország iszik. Te csutka részeg most. Figyelj, makonya részeg jelen most. Pillanatban is az ország 80%-a. Tehát ha ez igaz, amit mi az SMS falon látunk, akkor ez az ország alkoholista. És itt majdnem mindenki részegen végzi a munkáját. Nem? Tehát és nem tudsz, egy szakmát nem tudsz mondani, aki ne jelentkezett volna, hogy ez... ő csak úgy tudja elkezdeni, hát ha... Gyerekek, ez elképesztő. Ami itt van. Egyetlen szakma képviselőből nem találtunk egyet sem részeget, ezek pedig a villanyszerelő. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, hát elképesztő, hogy mik jönnek. Parlamenti képviselő vagyok. Reggel 3 felessel indítok, majd fröccsel tartom szinten az egész nap, még néhány felessel, ha a törvényi javaslatokat az indokoltá teszi, írja valaki. Hát most ez igaz vagy nem, nem tudjuk. És két feles között pedig tetriszezéssel mulatom az ide. Igen. Festő vagyok, minden reggel 6-kor sör plusz kis vodka, 10-kor sör plusz vodka, délben kaja, után sör plusz 2 darab kis vodka, 3-kor úgyis vége. Sör plusz vodka este 5-kor, az őrsön 2 sör, 2 feles. Amúgy napi 10.000 forint per nap. Hogy? Hogy bírod ezt kitermelni? 10 ezer forint, az 300.000 forint, ha mondjuk a hétvégét nem számolom, mert akkor nyilván pihensz, tehát nem viszol, 20 munkanap alatt az 200.000 forint. Hogy? 200. És az csak a PR-ra megy el. Tehát tényleg rengeteg. Burkoló megjött, megkínáltam italal, megitta, majd azt mondta, ittasan nem dolgozik, és hazament. Nem vicc. Most hívtam a haveromat, aki éppen részegen szállítja az ebédet, amikor rácsörögtem, már nevetve vette fel, mert ő is hallotta, hogy mi a témátok. Gergely Robi kutyája írta ezt nekünk. Targoncás vagyok, én nem, de a kollégáim minden nap isznak. Ez az minden. Én nem. Nem győzök rájuk dolgozni, mert nap végére káosz van nálunk, sajnos. Sanyi küldte nekünk. Az orvosok se kutyák, írja valaki. Nálunk van egy üzemorvos, aki reggeltől már az összes kocsmát bejárja. Egy üveg páleszért kiír egy hónapra, ha kell.
Egyébként az nem rossz díj. Egyébként az orvosokról azért sok mindent hallani, igen. Tehát akik az egészségügyben dolgoznak, főleg olyan szakterületen, erről beszéltünk, ott azért tompítani kell az egész napos stresszt, ami értéket. Jó, de bennük annyi empátia van, hogy másképp nem tudják feldolgozni. Ezt érted, olyan állapotban van az ország egészségügyileg, hogy ezt valahogy nekik bírni kell. Nem csodálom, hogy pihenek egyébként. Amit ők látnak, meg hallanak, ez elképesztő. Ta azt mondja, hogy hegesztő csávónak a cégnél engedték a piát, mert anélkül úgy remegett a keze, mint a szűzlánynak az első rámarkolásnál. Na de két deka impulzussal varázsolta a csodavarratokat. Gyerekek, tényleg mindenki piá. Napi 2 liter bor, asztalos vagyok, írja valaki. Na. Az is nagyon szép. Taxis vagyok Budapesten, minden műszak után 4 feles 3 sör. Többre nem telik, de stresszoldásra elég. Üdv. 4 feles 3 sör, igen. Igen. Ismertem egy embert, csak munkakezdéskor ivott, de akkor nagyon sokat és ütősett. Végig röhögte a napot, pajzánkodott, szórakoztatta magát, mire lejárt a munkaideje, kiózanodott, a halott öltöztető volt. Jó, ott megértem. Ott érthető azért, igen, de hát igen. Ilyen foglalkozásokat kerestünk, igen, hogy kik azok, akiknek egyszerűen inni kell. Villanyszerelő vagyok, minden reggel 2 keserű plusz 1 sör. Így kevésbé rossz, ha ráz. De ezt, ezt el tudom fogadni. Valóban, ott csak áthússal rajtad a 2:30. Zoli vagyok és Pék. Amelyik Pék nem iszik, az hazudik. Ezt az üzemorvos mondta, higgyétek el, így is van, ebben a szakmában dolgozom. Én dolgoztam temetkezési vállalatnál, szerintem a halott szállítók, ők isznak a legtöbbet, láttam a saját szememmel, ezt a munkát nem lehet enélkül elvégezni. Gabi írta nekünk. Országgyűlési képviselő vagyok, alkohol nélkül nem bírok ki egyetlen ülésszakot sem. Szerencsére itt nincs szonda, de ha lenne, se kéne megfújni a mentelmi jog miatt. Se aláírás, semmi. Ide nekünk egy hallgatunk. Zöldséges vagyok a bosnyákon. A főnököm is titeket hallgat, üzeném neki, minden nap 1 deci viszki korsó sörrel kezdek. Fizetés emelést kérnék, mert nem maradt pénzem. Aláírás Tóth Norbert. Ez nagyon korrekt. Recepciós voltam, a kollégákkal minden műszakot sörrel, felessel indítottuk. A felszolgálók ugyanezt csinálták, kellett a mosolygáshoz. Gyerekek, azért elképesztő, hogy mindenki piál. Nem? És elképesztő, hogy mindenki piál. Figyelj, hogy a sofőrök isznak, itt most már én a nem tudom, hanyadikat olvasom. Nagyon kemény. Kamionos buszsofőr. Piál. Hát és nem vicces. Nem. Szakács vagyok 15 éve, a kollégáim 80%-a alkoholista. Szakácsok, felszolgálók mind. Ebben a szakmában az a ritka, aki nem iszik. Ezt Gábor küldte nekünk. A SZESZ az építőipar demalgonak. Kaptuk SMS-ben. Nagyon nagy. Óriás. Nálunk dolgozó kőműves azt mondta, hogy neki csak minőségi sört adjak, mert az olcsó nem büfögteti rendesen. Hát ő már igényes, látod? Nagyon nagy duma. Nagyon nagy duma. 60 éves ács főnököm reggel délben este 1 feles pál lesz, aztán gyerünk fel a tetőre. De a 6 méteres gerendával a vállán nem lehetett utolérni a tető. Ugye? De félsz, ha nem iszol állítólag, ott tényleg az van. Tényleg szerintem az is van, félelemből isznak. Hogy félsz, beversz 2 feles, az úgy mész gyönyörűen a 6 méteres gerendával, hogy öröm nézni. Tényleg, megnyugtat. Figyelj, fölmészed a 20 méter magasra, 6 méteres gerendával, hát az a kell egy kis célzó víz. Én traktorozom 1 feles szinte minden reggel. Volt már, hogy a főnökön mondta, aludj egyet, Józsi. Mondjuk korrekt a főnök. Igen. Nem a ki vagy rúgva, megy haza. Persze, lehet, hogy hasonló cipőbe jártak. Mezőgazdasági dolgozók Ausztriában, reggel kocsma, feles beverett sörrel, majd munka után ugyanez még 4-szer, ezt gíküldtenek. Na most erre kíváncsi lennék egyébként, hogy a helyiek, tehát, hogy az osztrákok mit szólnak ez, illetve hogy ők is ugyan indítják el a napot a mezőgazdaságban. Vagy rácsodálkoznak erre a szép szokásra. Á, az ott is, nem? Szerintem ott is tütüznek, vagy ők is. Az értelmiségieket ne hagyjuk ki az ivászatból, igen, ez is érdekes. Hentesek szityóznak a legtöbbet. Kötelező volt inni, ott dolgoztam. Varrónő vagyok, minden nap iszunk. Az ebben az egész varrónő, látod? Pék vagyok, minden nap 3 sör. És egy kis kísérő keserű. Keserű, a keserű, tudod. Csak a gyomor mér. Ovó bácsi vagyok, egy magánoviban. Nagyon sokszor besokalok a gyerekektől, napvégén muszáj egy picit lazítani, 2 pohár jó minőségű vörösborral. Az benne van, hát a munka után a lazítás, az benne van. Igen. Mit akarsz válni, ott a vödör, ott a lapát, takarodj! Helyi sebészünk rendelési időben eljár tipmixelni és pálinkázni, aztán utána az összes paciens gipszelni akarja, még akkor is, ha nem tört el semmilyen. Hentes vagyok, mi is iszunk, kéményseprő vagyok, napi 10 feles. Hát gyerekek! Hentesek, hát az nem olyan rendes embereknek tűnnek pedig. Uh-huh. És az se veszélytelen. Azért ott is kell darálni. Hát az ott is kell vágni. Hát gyerekek, körülbelül ez a kutatásunk eredménye.
még írtak néhányan, de az már ismétlés lenne, hentesek, buszsofőrök, stb. Azért ez nagyon szép. Figyelj, nem? Megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy amit mi az elején felvetettünk, ez a köműves vonal, uh-huh. tehát maga az építőipar vonal, ugye arra gondoltam, hogy az oké, az benne van, jó, aki mondjuk olyan helyen dolgozik, de hogy mindenki. Hát igen, nézd meg, gyerekek mindenki. Rég volt ennyi SMS egy témára. Hogy önmagadat, jelentsd önmagadat a Morning Show-ban. Igen. Paksról mondjuk nem jött egyetlen SMS. Hála Isten. Hála Isten egyébként. Viszont írt egy mozdonyvezető, józanul, alig bírom a sínen tartani. Köszönjük szépen. Na jó van. Hát érdekes. Érdekes kutatás volt ez egyébként. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Rózsaszín sörről ugye beszéltünk röviden a hírek előtt. Érdekes a dolog, mert hogy ez egy marketing fogás lett volna, és egy cég bevezette, vagy szerette volna bevezetni, inkább így mondom, a rózsaszín sört, hogy elterjedjen a nők körében. Az ötlet egyébként önmagában nem rossz, szerintem, tehát azt gondolnád, tudod, fiatal csajok elmennek bulizni, isznak egy rózsaszín sört, azt gondolják, hogy ez milyen menő, és nem vált be a dolog. Tehát a csajok nem szoktak rá a sörre, a rózsaszín sör nem volt jó marketing fogás, nem szerették meg. Ez egy fokkal jobb, mint az alkoholmentes pálinka. Hát, olyan nincs is, tudod? Azt csak sima gyümölcslének hívják. Értem, hogy miért nem egyébként, tehát hogy nő nem szeret sörözni, hiába akkor lehet akár a színe, lehet akármilyen, nem? Tehát így van, lehet akármilyen színű, meg egyébként a söröző nővel kapcsolatosan is már van, ugye? Igen. Ugye rögtön azonnal beugrik mindenkinek, na hát egy nő ne sörözzön már. Sörszagú nő. Igen, a rózsaszínnel még, hát nem tudom, lehetett volna javítani, de akkor ezek szerint a piac nem szerette meg. Mi egy sörszagú férfi mennyivel jobb, mint egy sörszagú nő? Azt szerintem semmivel. Igen. De egy nőnek ugyanolyan undorító szerintem, ha nem szereti a sörszagot, mint nekünk férfiaknak egy nő sörszagú. Nem? Tehát ez egy ilyen diszkrimináció, hogy hát egy nő legyen már sörszagú. Miért egy büdös sörszagú férfi, ha egy nőként nem szeretem, az jobb? Férfias. Elfogadom, hát nem fogadom el, ugyanúgy utálom, ha nő vagyok. Nem? Tehát... Te most szívesen beszélgetnél, vagy flörtölnél mondjuk egy barbona vagy pitralon szagú nővel? Nem, de a nőket kell megkérdezniük, hogy szívesen flörtölnek egy sörszagú palival, mert szerintem nem. Tehát, hogy szerintem nincs különbség. Nincs már egyébként az a fajta sörszag, ami régen volt, tudod ez mi a... Mi már ibolyaszagú a sör, vagy mi? Nem, ibolyaszagú, de már most már más egy kicsit, nem? Mint annak idején a kőbambi időszakban. Meg valahol a nők szerintem ezt férfiasnak tartják. Tehát azt mondják, hogy persze, kis rizé, mackó, kis borostás, kis hogy hívják, kis sörszag van. Hát, szóval az én olyan... azért megkérdezném a nőket, hogy hány nő tartja azt férfiasnak, hogy mondjuk oda bújik. Mindig csak férfitól hallottam. Oda bújik, igen, a férfi, és egy büdös, ilyen igazi, ilyen állott, ilyen árpa szaga van, jön a szájából egy büfögésnél a sörszag. Tehát ezért én nem gondolnám, hogy azért ezt a nő nagy többsége. Olyan férfias, ú, de szexi, ahogy meglepen a hajam, ahogy rám fújod azt a sörszagot, ú, de szexi. Én azért nem gondolom, hogy ezt szexinek tartják a nők, vagy hát legalábbis, ha ezt egy nő szexinek tartja, ott nem biztos, hogy a nővel is rendben van minden. Azt kellene megnézni, hogy mik azok a dolgok, amik furák egy nőnél, és furák egy pasinál. És a mai napig nem tudod megszokni, ha egy nő csinálja, egy nő üzi azt a foglalkozást, vagy ellenkező esetben egy férfi. Tehát mi az, ami nem áll jól, és soha nem fog jól állni egy férfi? Most a nagy közhelyeken kívül, hogy mit tudom, epilálás. Erre azért én visszatérnék. Erre azért térjük vissza egy kicsit, igen, egy világomlott össze benne. Kipróbáltam, hát most érted. Te a rocker, a rége hosszú hajú, a metált hallgató, föltetted a lábodat. És közben panterát hallgattam, mert kellett is fájdalomcsillapítónak. Rettenetes érzés. De miért epiláltál? Próba. Futáshoz jó jön, igen, egyébként részben igen. De hát mi, ez gyorsabb ugyanolyan leszel? Vagy? A hasoklárom vonalasomat teszem, csak úgy suhanok, érted, aerodinamikai csoda. Az úszók azért szörtelenítenek, igen, ez a férfi és úszók. És borotválják le a hajukat például, ahogy a cselacimot. Így van, hogy gyorsabbak legyenek, tized másodpercek múlnak rajta. Akkor nyilván a futásban is az van. Gyorsabban végzik a fürdőszobába. Ami, hol? Ja, mert ott lepillálok tél sok. Tudom, milyen gyorsan jövök ki utána. És keresem meg a vöröskeresztes dobozt. Figyelj, de az például ciki, hogy én mondjuk vágom a szőrt a melbimon körül. Mi de van? Ha csak a melbimbot körül? Tehát máshol nem csak a melbimbot körül? De hogy ne lóvjon rá. Ha máshol borotválom, ott nem vágom. Aha, picit elkezdett zavarni. Hogy nem látszik ki a kis cicid? Igen, addig örüljön, még nem fülszőröd van. Hogy ez... De hát hogy nincs, hogy szedem. Egyre jobban omlik össze. Egyre szőrösebb vagyok. Évről évre egyre szőrösebb vagyok, és kell, egyszerűen kell ritkítanom. Balázs, értsd meg!
De ez mit jelent, hogy az egész mellkasodon szeded? Nem, csak van egy kis borotvád? Csak a bimboim körül. És mindenhol szőrös vagy, csak a bimbod azt körül? Azt vettem észre, hogy aszimmetrikus a szőrzet a mellkasomon. Aha. És hogy az egyik bimbom körül sokkal több szőr nő, sokkal kócosabb, rakoncátlanabb, és én ezt egy picit visszatom nyírni. Fogcovba. Próbáltam már két varkocsba. Tegyél rá befőttes gumit. Hoppál, vigyázz! Eskültettél, jó atyámnak! És így énekelnek egymások, ha már nem meg István is. Hát figyelj, az öregedéssel a férfiaknál hát ez jár, hogy egyre szőrösebbek. Én nem gondoltam genetika. Volna, hogy konkrétan ez lesz. Ez oké, lesz ebből, a fülés ez lesz ebből orszől, az a 45 oké, évből. De a cici körüli szőr levágása is csak az egyik. De, csak az egyik, hát most mit te? Hát de ki hát, látja? A másik nem nő. Mónika jó, látja. A te kedvedért majd így ilyen, hogy hívják. Belenyírsz. Persze, nyesek itt, nyesek oda a levegőbe egyet-kettőt, hogy meglegyen. És ki miatt csinálod, Mónika? Hát inkább magam miatt. Mónika nem zavarja érdekes módon. Őt már semmi sem zavarja. Fölül trimmeled, tehát lehúzod borotvával. Nem. Csak a cici körül. Csak ollóval, csak ollóval, fazonra körbevágod a melbimbódat. Kiszabadítom gyakorlatilag. És minden máshol szőrös. Így van. Mint egy aszték templomot a dzsungelben. Akkor miért nem szeded le mindenhol? Vagy nem szeded le ezeket? Nem, nem kell, mert aszimmetrikus. Biztos, hogy rajtatok is vannak olyan területek, ahol így furamódon egyik helyen nőnek, a másik helyen meg nem nőnek. Ezzel nekem nincs bajom, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát, hogy ez szerintem befős, ez édehotelt nézem, gyerekek, ott minden pali szedi a szemöldökét. Na, az például számomra teljesen fura. Van két nő, akik erre specializálódtak, hasznos szereplők egyébként. Azért vannak ott, hogy a legtöbb pasinak kiszedjék a szemöldökét. Na, azt nem tudom megszokni. De nem csak a mután szálakat, hanem így apróra. Tehát, hogy az aprókat szedik. Hát, nem, azért annyira nem vizsgáltam, nem néztem így közelről a szereplők szemöldökét, de hogy szedegeti. Tehát a palik szedik a szemöldöküket. Ami nem azt jelenti, hogy össze vagy nőve kicsit középen és azt kiszeded, hanem férfiként befekszel egy nő kezei közé, és ki szépen ívre szedik a szemöldököt. Az fura. Na, az például egy palinál nagyon fura, nem? Az fura. Mert hogy ők gyakorlatilag alakot szednek, tehát nem arról van szó, hogy a túlburjánzott ezeket kiveszi. Igen, hogy egy mindenkinek elő szokott fordulni, hogy belenéz a tükörbe, és akkor hirtelen észrevesz, hogy úristen, ez egyik szál megnőtt, és 6 centi hosszú. Hogy mi az árnyék? Igen. A szemed? Van egy srác, hogy minden részben elmegy szemöldököt szedetni. És szempillát is nyírnak? Hasznos casting, tehát hasznos szereplő, tessék. Szempillát is nyír? Nem, szemöldököt, nem, szempillát nem nyír. Hát miért van az a szempilla nyíró szett, amit a nők használnak, hogy egyforma hosszúságú legyen a szempillád? Van ilyen. Van ilyen, persze, ez a két ilyen nagy fém, és rendszeresen használom, nem látod? Hogy az, én például olyan férfit is ismerek, aki vágja a szempilláját. Göndörítő szemüldök, nem vágó. Levágja, esküszöm. Persze, levágja, göndörítő. És persze. Esküszöm, hogy egyforma hosszú legyen. Persze, igen, miért? És előtte megkérdezi, hogy mit vághatok önnek, kedves Vivien, rövid szemüldököt, közepes szemüldököt. Van göndörítő, miért a göndör szempilla az divatos? De van olyan, van a göndör. Tudok egy csomó átültesítésre váró szőrt, annak ha esetleg érdekel, göndör. Nem, gönd fölfele kimerevít, és könnyebben spirálozod. Én hajnalban örülök, hogy látok. Én nem spirálozok. Na, de most nem csak ilyen testi dolgokba menjünk, hanem hogy na. Mi az, ami jól áll egy palinak, vagy rosszul áll egy nőnek, de egy palinak jól, vagy éppen pont fordítva. Azt nagyon sokan szokták mondani, hogy az a nő, aki otthon meg tud szerelni dolgokat, az milyen menő. Én például kifejezetten gyűlölöm. Mikor csavarhúzott fog a béka? Igen, igen. És látom, hogy a talicskát átrasített. Jó, ő mondjuk nem fog. Talicskát zaganét nálad. Az más. Bocsánat, az a munka, az más, azt meg kell csinálni. De hogy például én azt nem szeretem, meg a béka nem is fogja meg, hála jó Istennek, mert én megcsinálom ezeket a dolgokat, de hogy én nem szeretem azt a fajta nőt, aki majd ő fölfúrja. Ne, hadd legyek én, aki fúr neked. Na, ez például egyetlen nem zavar. Az jó. Nem zavar? Föl akkor a kicsim fúrja. Semmi baj. A fogalmam is hol a fúróhat. Beton kell kever. Ez nekem semmi baj. Tehát ez például ez nekem nem irritál, vagy nem zavar egy én nőben. Én nem szeretem. Én szeretek ott lenni, segíteni. Egy kicsit úgy a férfiasságodat veszted egy olyan nő mellett. Én meg nem, én sem szeretem egyetlen nem érzem. A kérgeskezű nők, tehát hogy... Na most azért ugrottunk egyet, tehát a szagelszívó kicsit zörök húzok rajta egyet, és a kérgeskezű nők azért egy dimenziót ugrottunk azért. A kérgeskezű kőműves nőket azért, azokat én sem szeretem. Picit ugrottunk. Azért, tehát hagyjuk a... Megköpködik a tenyerüket, aztán én értem, hogy olasz szívlopát. Értem, hogy traumatizált a múltad, de hogy az...
Tehát hogy azért az egy szem csavar becsavaró, egy IKEA bútort összerakó nő és az érdeskező nők között azért van egy átmenet. Tehát, hogy, na, azt én sem szeretem, na, de szerintem kevés férfi szereti az érdeskező. Kezükbe köpő. Ez van azért jó. Bajszos marikákat. Akkor az így most megvan. A kutyafáját nézd, ebben egyformák vagyunk, ezt én sem szeretem. Hát azért van benne. Trappolnak kifelé a földnek, a gumicsizmával, azt fölülnek a szetorra. Én bírom, én például nagyon bírom, ha egy nő jól vezet, de most ne abban menjünk bele, hogy mit bírunk. Például a női taxisofőr, értem, éjszaka jön egy női taxisofőr, én nem tudom hova tenni. És nem azért, mert ez egy buta sztereotípia, hogy nők nem tudnak hova jól vezetni, mert ez nem így van. És megkérdezed, hogy melyikünk vezet? Szívem szerint hátraültetném. De nem, valahogy törékeny, éjszakázik, beszólnak neki, kirabolják, és jön egy ilyen 40 kilós nő, értem, éjszaka, beül, félremegve megkérdezi, hogy hova megyünk, elmondja neki a címet, és egyébként jól, de hazavisz. Mai napig nem tudom megszokni. Női taxisofőr, nem tudom hova tenni. Vagy női buszvezető, szintén nem tudom hova tenni. Tehát igen, ezek olyan fura. Női focista, az eszem meg. Aha. Látok 22 nőt ott varkocsba fogva, rohangálva a focipályán, és én nem értem, hogy egy nő miért megy el focizni? Mikor súlyemelő is lehetne. Mert úgy legálisan tud köpködni. Női box, hasonló szintén. Tehát vannak nagyon dolgok, furcsa, amik nem állnak jól a nőknek, nyilván a férfiaknak sem. Engem nem? Nagyon zavar, és tényleg mind a mai nem tudtam hozzászokni, ez pedig nem más, mint a férfi csúszkamasszőr. Férfi csúszkamasszőr. Mikor veszed észre a masszázs végén? Ebben csak az a rossz, a masszázs végén veszed észre. Kicsit nehezebb, mint mielőtt szokott. Mielőtt bejönne, mindig becsukom a szememet. Mindig becsukom a szememet, 5 perc előtte csukom, 5 perccel később nyitom. Érted? És egyszer hallottam, hogy nagyon furán hormandulásan veszi a levegőt, és... Tessék, mondjuk Pasi, ide egy hallgató, tök jó, Pasi vékony cigi cív. Na, nekem a hajam kihullik magamnak tőle. Én is. Aha, pedig nagyon sokan, ugye ez a slim cigi, hogy nincs annyi, nem tudom, nikotin, és rágyújt a kis vékony cigire. És annyira nőies, hogy egy pali kezében nem látod jónak, nem? Aha. Hogy ott a kis vékony slim cigit szívja. És én szeretettek, hogy egyébként máshogy is fogja a cigarettát. Hát persze, ezt nem tudom normálisan, hogy össze kell szorítani. És így ellágyul, tudod, és akkor ő is egy ilyen kicsit ilyen, hogy ilyen kisúlyos, ilyen légiesé válik a mozgása. És az a nő, aki sodorja a cigit? Az a nincs bár. Hát az is mondjuk, keveset láttam. Az anya, nyalom. Tudod, mit nem bírok, férfiak? Nem. Két dolog, aki melirosztatja a haját. Ez borzalmas, szerintem. De már gyerekek vagy 5 éve már nem. Most már ez a hajó elúszó. Volt egy masszív 25 év az életemben, de azért vannak dolgok, amikor az ember egy rövid időre mellé nyúl. Jó, nálam az 20 év volt. Na, igen, az ura. Jó, hát, bocsáss gyerekek, meg. David Beckham is sokáig melírozta a haját. Már nem csinálja. Most már én sem csinálom. Igen. Láttál volna egyébként a női fodrászatba ülni a nők között ilyen celofán darabokkal a hajamban. Úristen, na erről beszélek. És mindig úgy olvastam a Kozmót, hogy ilyen magasra fogtam, hogy ne lássák, hogy én vagyok. És rettegtem, és mindig mondtam a fodrásznak, hogy nincs valami más, hogy ne lehetne más, hogy magasra, hogy be kell ülni a szárítóba sajnos, behajtogatta a cellofán darabokat, és beültem 4 ilyen 50-es nő közé. Úristen. És végig hallgattam, hogy tudod, megy az ötyeparti. És valaki bejött a kis isenre, hogy gyorsan elbújtam egy újság mögé. De most se ajánlják? De te mondják se? Azt, hogy Balázs most nagyon menő megint a habonyherhez. Nem, most már elkezdtem masszívan őszülni, és ezzel valahogy megbarátkoztam, úgyhogy nem, már nem melíroztatok, de megértem, hogy nem szereted. Ott ne, az borzasztó, és akkor a szalomban láthattad, hogyha egy kicsit arrébb pillantottál, a férfi manikűr, amikor gyönyörűen, szintelen lakkal még ki is kenik a körmüket, hiszen körömerősítő. Hát én ettől megbolondulok. De hát az nem látszik a szintelen. De jó, én látom, hogy ott ül, szerint. És manikűrözik, de és a végén lakkod. De nem érdez, de borzalmas. Hát mármint, hogy egy pali beül eleve manikűröztetni? Tehát maga a látvány zavar, hogy pali ne üljön már be? Nem tudom, nekem furcsa. Én tudom, hogy nagyon szép az ápolt kéz, meg minden, de az, hogy még lakkot is tesznek a végén... Hát egyszer látod. Egyszer láttam egy fotót. De tényleg klassz, meg nem tud, nekem olyan furcsa. Nem lehet, hogy véletlen félértette a manikűrös, mert az úriember csak egy jó franciát kért. És... Az a francia manikűr lett belőle, hogy... Fél, most már vannak ilyen férfi szépségszalonok, oda ciki járni egyébként? Vannak nem, ezek a... ahol csak férfiak nem. Csak férfiak vannak benne, de most attól metroszexuális egy pali egyébként, hogy ő eljár, és ő rendben tartja a körmeit. És de mi otthon nem tudja rendbe tartani, nem mond már, milyen szettek vannak ma már. Még én sem mennék el, de szerintem kényeztetős. Ja, van kézmasszázs, meg minden kézmasszázs, benne. Kézmasszázs, kis olaj a végére, érted, körbereszelik. Nem tudom. Aha. Én akkor is nem. Nekem furana. Letépik a szőrt a hátadról, gyantacsíkokkal. Tudom, hogy vannak már ilyen szalonok, meg én értem én, csak nekem akkor is foglalkozásban mi van még, ami fordított felállásban egyébként nagyon fura? Női biztonsági őr.
Na, olyat te még életemben nem én láttam. Én szexinek tartom, de... Menjék itt a portál. Nézz egyszer balra. Van, amikor jössz be, akkor balra, na, amikor mész fel jobbra. Na most ebből is hogy tudok én rosszul kijönni, hogy a paraszt, aki csukott szemmel közlegedik a saját munkáján. Itt van női biztonság. De nem lehet, hogy csak egy androgűnebb természetű férfi, aki kicsit a mama kedvence, és otthon jól látható a nő. Így van, jó. Hol? Melyik kapunál? Ha bejössz be a főbejáraton, akkor jobb oldali kis portál. Ja, én mindig hátul jövök, adni, nem megyek a főbejáraton. Igen, tényleg, akkor 2 méterre mészem mellett. Jó, hát én nem bejövök hátul. És milyen? Nem rossz. Igen? Nagyon, azt nem tudom, hogy a munkáját vagy végül. Tényleg? Életemben nem láttam. Persze. Intézünk neked egy motozást kifelé. Kösz. Az fura. Van egyébként egy ilyen foglalkozás, ami tényleg nem jó. Férfi óvó bácsi. Én tudom, hogy nagyon jó, de milyen az is olyan furcsa. Hát nagyon szeretem mindenki, ezt ott mindenki. Ezt igen, tehát óvó bácsi, férfi. Óvó bácsi. Nélkül. Bocsánat. Egyébként nagyon fura. Fura. Kicsit de... fura, igen. De hát miért ne lehetne? Hát most attól lehet, hogy egy... És akkor most egyszerre búj, zák. És ezt hallod bentről, amikor mész a gyerekkel. Ezek csak óvó bácsi, igen, nem retardáltak. És ráadásul benyomott retardált. Igen, azért nem részeg retardáltak a férfi óvó bácsi. Kire mehet, húzom, kis kacsára. Férfi stewardess, nem tudom hova tenni. Nem tudom hova tenni. Szerintem 80%-uk biztos, hogy meleg. Ők járnak a manikűrszalomba. Na most ők az ő sorsukat is megpecsételtük. Férfi stewardess, felszállok, ott áll nagyon szép manikűrrel, kicsit affektál, kicsit megy, leteszi elém a tálcán a reggelit, rám néz kérdően, hogy innék egy feketét. Coffee or tea? Igen, én dobok neki egy mosolyt, azt ő félreérti. Tehát, igen. Tehát nem tudom megszokni a férfi stewardesseket. Nem? Mentünk Dél-Afrikába, mi Zsüllel utaztunk ki, ugye mi úgy mentünk, hogy Kairó, Johannesburg, és a Kairó-Johannesburg járaton találkoztunk egy édes tündér, aki hát gyakorlatilag belém szeretett, nem értjük az alapját. Nem fölül, várjál, én ültem a szélén, a folyosónál, és fölült a másik oldal karfájára, és édesen elkezdett csevegni. Oh. És amikor elkezdett, akkor a fenekedre csapott, és azt mondta, hey, ja, ungár is se betyá! Azt nem mondta, de nagyon vártam. Nagyon vártam. Ugye, hogy a férfi stewardokban is... Olyan, nem volt ugyanaz az nem érzés. Nem mindegyik mint az, meg van, persze én is utaztam nagyon sokkal, tehát van egy tök jó fejek, de fura, egy kicsit fura. Ugye, hogy egy férfi. Amikor egy légörvényen ő felsikkan. Mi is ül, mint mondja, hogy... Nem, ott csak az volt. Ja, csak az volt. Csak az volt. Milyen járattal mentetek? Ez valami alternatív járat volt. Egy kicsit, ha megfordítjuk egyébként a manikűröst, ugye, hogy a férfiként manikűröshez jársz, itt írja a hallgató is, hogy a férfi műkörmös. Egyszer beszéltünk egy férfi műkörmössel. Aki világbajnok volt. Igen, egyébként a vérprofi. És a férfi műkörmös, tehát aki építi a műkörmöt, csinálja. Az is érdekes. Egyébként fura. Ugye? Épített lábköröm. De tényleg. Atya van Isten. Ilyen. Épített nőknél, lábköröm. Úgy, ne, nőknél van. Én nőknél láttam. Épített lábköröm. Hát akkor férfinél is van. És nem ásóka építette. Az már nem jó ásóka építi. Na jó van, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi az, ami fura egy palinál, ha bármit csinál, mint foglalkozás, vagy mint szokás, és ugyanez nyilván fordítva is, amit egyszerűen a nőknek nem lehet megbocsátani, vagy nem lehet megszokni, ha egy nő ezt a foglalkozást űzi. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 van egészen pontosan. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Szép időnk lesz olyannyira, hogy 22 fok is lehet akár hétvégén. Az már nagyon szép. Napsütés és 22 fok, azért kell epilálni most a lábat, hogy aztán a napfény. Ott van a Jani most. Az még derülnek ki rólunk ebben a műsorban, nem gyerekek? Szóval tényleg mindenünket odaadjuk. Hány ismered? 20? Mindenünket odaadjuk egy jó poénért, de tényleg. Tehát minden titkunkat, minden félfőrző dolgunkat. Hát 20 lassan, 97. És azóta titokban tartotta az epilálást. 18. Idén nyáron lesz 18 éve. Nagykorúak lesztek. Nagykorúak leszünk, igen. Lejött minden? Mindenször? Nem, ő picit féloldalas most. Az egyik jobban ki van szabadulva a két macsupicsu közül. Hát sajnos ezzel az ember férfike nem tudni csinálni, igen. Na, ugye arról beszélgetünk, hát ha valaki most kapcsolta be a rádiót, hogy mi az, ami egy nőnek rosszul áll, lehet akár ez egy foglalkozás is, egy szokás, hobbi, bármi, és mi az, amit nem tudunk elképzelni a férfiaknál, az ő kezükben, vagy ha ők csinálják, vagy űzik azt a dolgot. Tehát vannak
tipikusan olyan dolgok, tényleg, amik a férfiaknak állnak jól, és az a jó, hogy ők csinálnak, és vannak nőies dolgok. A szerepek sokszor felcserélődnek, és összemosódnak, lásd ugye például női foci, vagy szemöldökszedés, vagy hajmelíroztatás, vagy mellbimbó vágás, vagy férfi manikűr, erről beszélgettünk. Hogy bizonyos dolgokat az ember nem tud megszokni, ha nőtől látja, vagy ha férfitól, ugye? Férfi puszi? Férfi puszi? Hát, az már annyira megszokott, szerintem abban nekem már semmi nincs. Hát. Már hogy érted a férfi puszit? Két férfi? Semmi nincs benne. Hát, az már azért nagyon sok. Én nem tudom megszokni, bár 20 éve puszilkodik velem minden régen. Régen nem látott rocker cimbor. Az engem annyira nem. Hát azt már azért nagyon sok helyen látod, de az nem annyira. Igen, rockerek a puszit adnak, tehát az megölelik egymást, az a nincs. Nálunk volt egy kőműves nő, 65 éves koráig aktívan dolgozott a szakmában. Na, az kemény. Igen, a női nőgyógyászt és a női testépítőket nem tudom hova tenni. Puszi nektek, Viki. Így női testépítés, én nagyon-nagyon tisztelem az összes sportolót és a belefektetett munkát is, de a női testépítők, hú. Nem tudom, én a női boxot se tudom hova tenni, a női focit se tudom hova tenni, és nem mondom, hogy nem ügyesek. Tehát nézed a női futballt, és egy nemzetközi női futballt nézel, akkor egy magyar NB1-es válogatottat simán, egyébként simán lehet, hogy leverne egy női válogatott. Valamelyik országból. Tehát nem ügyetlenek, de a kis nadrágban ott rohangálnak, felfoghatatlan. Még női testépítők, akik valljuk be őszintén, hogyha már profik, akkor inkább hasonlítanak egy férfire, akiben vannak nőies vonások, mint ha nőre hasonlítanának. Pont most láttam valamelyik nap az egyik égi csatornán egy filmet, egy ilyen női testépítőnőről, egy amerikairól, egy kőprofiról. Hát, basszus, semmi köze nem volt már a nőkhöz, szegénynek. Tényleg. Hát, de tele vannak persze hormonnal. Hát egy nőnek azért ne legyen vastagabb akarja, mint neked, nem? Attól függ, milyen vastag a tiéd. Meg attól függ, melyik ötökre nézel. Igen, meg attól függ, hogy kire nézel, azért az sem mindegy, igen. Megszokni nem, de szeretni igen, az urológus nőt, nem tudom, írja nekünk egy hallgató. Női traktorszerelő, volt hozzá szerencsém, szakmai gyakorlaton aranyosnak tűnt, amikor rám ordított, hogy add már ide a légkulcsot te, akkor majdnem sírva fakadtam. Ezt Benny küldte nekünk. Az tök jó, hogy fölvette a szokásokat is, ami a traktorszereléssel jár. Hát ha már csinálja nőként, akkor legyen ilyen, nem? Igen. Majd a légkulcsot, anyaga, aranyapám, mert úgy nyakom vernek, hogy leszakad a fejed. Mindig visszataszítónak találtam, ha egy nő fütyül. Nekem nincs vele. Kicsit szeretem, ha egy nő pas is. Tehát azon nekem nincs bajom. Te hogy utálod az utcán? Igen. Az jó. Nem, hát hogy mentek valahogy is fütyülget. Képzelj egy olyan emancipált világot, ahol fütyülgetnek utcán, utánad azok a női építőipari munkások, akik ott támasztják a lapát. Cigi a szájba és sör a kézben, üvegben. Így van. Na. Szép jövő. Aztán nézzük még SMS-eket. Azt mondja, hogy én találkoztam egy női biztonságőrrel a West Endben, felébresztett, mert 5 perc elszólítottam. Ricsi írta nekünk. Én a múltkor az utcán egy pipázó nővel találkoztam. Sétált, teszem hozzá. Zárójelben, ugye, hogy tehát úgy pipázott, hogy sétált, írja. Egy hallgató írja. Mondom, az utcán is, akkor biztos volt, hogy milyen világ ez, hogy már egy fényes nappal az utcán is. Covid forgatnak. Sétált, így van. Pipázó nő. Hát, fura. Az nagyon furcsa. Meg ráadásul a pipadohánynak annyira férfias illata van, hogy hát aztán az... Hát biztos van már női illatban is. Mérum punt. Van egy hallgatónk, aki Ovó bácsi. Hello, Laci, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggel! Egy férfi Ovó bácsi. Hát ez szerintem már annyira nem ritka. Egyébként tényleg nem. Nálunk is tényleg van, nem, csak úgy szívesen meghallgatunk téged, hogy miféle furcsa tájolás képpen. Ezt akarta? Tehát megjött a tudatod, és azt mondtad, hogy igen, Ovó bácsi leszek. Azért ez ritka? Ez az a kérdés, amit minden nap megkapok, Gábi, amikor elmondom, hogy Ovó bácsi vagyok, hogy kezdődött az egész. Hát igazából úgy kezdődött az egész, hogy én jelentkeztem a jogi karra. Csak nem volt elég pont, de én azért megjelöltem másodiknak ezt az óvodapedagógiát is, amit azóta nem bántam meg. Egy az, hogy volt 45 gyönyörű lány csoporttársam. Mondjuk ez húzó. Mondjuk a osztálykiranduláson azért ott te oda-oda értél, gondolom. Szóval azért ott nagy volt a merítés. Hát vagy azért mondod, mert gyakran felvetted a ruháikat. Volt osztálykirándulás? Nyilván voltak közös kirándulások, de azért a házi nyúlra nem lövök elvet, azt azért. Ne legyél már ilyen! Ott voltál 41 nővel valahol Mátraházán vagy a Bükkben, és 10-kor benyomtad a szunyát, és ott volt 41 kiéhezett nő egy osztálykiránduláson, és soha semmi.
Gondoltam, hogy erre a részére fogtok rákérdezni. Hát egy izgalmas, hát érdekes dolog. Te vetetted föl, hogy 41 nővel jártál, igen. Nem én mondtam. Ez a kézenfekvő. Milyen előnyei vannak egy pari óvó bácsi a nőkkel szemben? Egy olyan szakmát képviselsz, ahol azért a legtöbb ember nő. Ingyen piskóta. Nő az óvodavezető, nők a kollégáid. Hát azért ez nem egy egyszerű élethelyzet, hogy mindenki körülötted nő leginkább. Hát azért nem is egyszerű, mert én amikor elkezdtem járni, még elsőben, tehát volt nekem egy másik fiú társam a csoportban, de hétfőn kezdtük el járni, és ő szerdán csatlakozott hozzánk, de én olyan boldog még nem voltam akkor, hogy fiút láttam a szerdai napon, mivel hétfőn is kedden, tehát egy olyan volt 5-6 óránk mind a két nap, folyamatosan lányok között lenni, ennyi lány között, hát igazából... De nem vagy meleg, nem? Nem. Nem, annyira félsz a nőktől, mert úgy értem, hogy szörnyű volt csak lányok között lenni. Én kiskoromot erről álmodozom, hogy egy olyan iskolában járok, ahol csak nők vannak. Sose sikerült egyébként. Jó, de azért ismered milyen a lányok között. Igen. Az a folyamat, na ezért kérdezem, hogy... Jó, a biszexre nem kérdezünk rá. Igen, de hogy férfiként csak női munka erőkkel dolgozni. Hát azért az tényleg nem egy egyszerű. Pletykákodnak, csajos dumálások vannak. Hát azért nem egy könnyű élethelyzet. Hát én egyébként azt érzem, hogy ha bekerül egy férfi egy női társaságba, azért javít a hangulaton. Uh-huh. Meg az alkényeztetés. Hozzád egyébként az apák mit szólnak? Gondolom ők néznek rá talán egy kicsit furábban. Én nem hiszem, hogy egy óvóbácsi tényleg a mai világban már ennyire fura lenne, csak úgy... Van, amikor az anyák néznek furában, de igazából ez csak az első egy-két nap. Utána meglátják, hogy én is ugyanúgy foglalkozok a gyerekével, mint egy nő. Én is el tudom neki mondani ugyanazokat a dolgokat, amire kíváncsi, amikor kérdezi. Úgyhogy igazából... Meg egy csomó dologban te vagy jó, tehát ha fára kéne mászni, nem? Vagy mit fotizni kell a fiúkkal, akkor jó? Meg azért, ha megemelem a hangom, meg odaszólok, akkor azért csak egy férfi hang a gyerekeknek, és azért jobban felfigyelnek rá. Tök aranyos lehet ilyen óvodai ilyen ünnepségeken, ahol körtáncot jársz egy kicsikkel. Faklumpában. Dadusz cipőben. Csak hűlünk nyilván, nincs ezzel baj. Tehát, hogy... Én tudom, én azért is írtam SMS-t, hogy főleg ebben a mai világban azért, ahol ennyi a válás, ennyi a csonka család, és sokszor a gyerekek az anyával vannak, szerintem nagyon fontos, hogy azért hogy a gyerekkorban is megmaradjon a férfi. Egyébként ebben abszolút igazad van, tehát az, hogy egy gyerek mondjuk kap egy férfi képet az óvodában, ez mondjuk fura lehet elsőre, de egyébként nem gondolnám, hogy ne lenne hasznos. Tehát az, hogy minél többféleképpen szocializálják a gyereket, főleg ahol tényleg mondjuk csonka család van, és nincs férfi kép, vagy apa kép, ebben tök igazad van. Tehát ez egy hasznos dolog lehet, igen. Igen, meg én úgy tudom tanulmányom során, hogy például Finnországban, ott is akik ebben a korban élő gyerekekkel foglalkoznak, ott is legalább a fele azért férfi. Tehát vannak ennek hagyományai más országokban. Igen, abszolút, persze, nem fura ez, csak miközben egy kicsit humorizálunk, de ez... Jó, persze, tudom. Velünk együtt jár. Jó van, köszi, hogy elmondtad. Hol dolgozol egyébként, melyik városban? Szeged. Szegeden vagy. Oké, Laci, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Egy szép hivatás szerintem egyébként, nagyon fontos hivatás, és szép hivatás is a... Az óvóbácsiskodás, óvónéniskedés fontos. Szerintem a gyerekeink nagy részét ők nevelik az 8 órában. Gondoljatok bele, nem? Mennyire nem mindegy, hogy kinél van a gyereked, ugye azt gondolod, te neveled, de közben valakinél benn van a saját gyereked, 8-10 órán keresztül. Egyfajta pótmamaság, kórpapaság. Ez egy baromi fontos dolog, persze. Mondjad, Laci? Ja, még annyit esetleg egy ilyen tévhitet elosztatni, hogy mindenki azt hiszi, hogy az óvodapedagógus játszik a gyerekekkel az óvodában. De igazából ez nem így van. Meg sok poént is olvastam már, hogy te csak egész nap játszol velünk, mondja a gyerek, de az a jó, ha a gyerek úgy érzi, hogy ő játszik egész nap, de nekünk azért folyamatos foglalkozások, tervezeteket kell megírni, foglalkozásokat kell megtartani. Hát aki szerintem ezt gondolja, hogy ti csak játszottok, annak vagy nem volt még gyereke, vagy nem járt még óvodában, hát azért az óvodai munkakör azért az egy jóval bonyolultabb dolog. Bizony. Felismerni, hogy kik azok a gyerekek, akikkel baj van, mi lehet otthon, kezelni a lelküket. Ez csak azok a foglalkozást tartani, azért ez egy olyan komoly munka, amit az óvónők végeznek. Csak azok persze. Mondják ezt, akik még nem raktak össze 8 doboz legót. Megfogtad a lényeget. Igen. Na jó. Köszi, hogy elmondtad, Laci, fontos volt, jó volt vele dumálni. Köszi, Laci, ciao. Hello. Persze, ugyanakkor nyilván van, akiknek azért ez is fura lehet így. Azt mondja, hogy férfi ápoló furcsa számomra, írja valaki. Én Németországban éltem, női szobafestő volt, és hentes is női foglalkozás sokszor. Új, de szép. Puszi Edina. Női hentes. Kész vagyok. Az mekkora, nem? Nem mond már.
mindjárt szétdobom ezt a félsertést. Cigi van a hátam mögött, és véres a fehér inge. Jön be egy félbevágott marhával a kamiontól. A durva a férfi védőnő gyerekek. Na azért az meleg. Főiskolán volt egy fiú az évfolyamon, el is végezte a szakot. Férfi védőnő. Ön micsoda, Gábor? Én védőnő vagyok. Ugye? Ugye? Édesanyám védőnő, tehát ritkán láttam én is gyerekkoromban, tehát pontosan tudom a védőnő is szakmár, ugye itt hátrányért, mert pont az egészségügyben dolgozik, az anyukám, ritka a férfi védőnő. Na várjál, de ha ő védőnő, néni, Juli, az édesanyád, a fiú védő? Nincs rá megmondani. Védőférfi. Védőférfi. Na jó. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.